Ez itt az élet meg minden. A Portrait interjú podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Talán mert egyedül érezzük magunkat, talán csak azért, mert van erről egy történetünk. Szeretünk azon elmélkedni, hogyan is kerültünk ide, a Kárpát-medencébe. Lehetséges, a kalandfilmünk úgy kezdődött, hogy egy nagy birodalom története véget ért. Ezt az ügyet meggyilkolják az Altály egységben, ami ugye szintén az újgur birodalomnak, hát ezen a nyugatabbi régiójában van, és a felesége, a fia, néhány lovas kísérletében ellovagol nyugatra a naplementébe, és eltűnik. Sudár Balás történész, turkológus, persze hangsúlyozza. Mindez jelenleg inkább fikció, mint történelem, ám nem teljesen légből kapott elgondolás. A háttéreseményeket érdemes lenne megvizsgálni. Ugye nagyon trükkös, de fogalmunk sincs, hogy az Árpádház melyik törzshez tartozik. Tehát semmilyen forrás nem beszél erről, hogy az Árpádházi királyoknak melyik volt akkor a törzsük. Lehet, hogy egyik sem. Sztyeppei hagyományaink máig formálják identitásunkat, ám a nomád értékek elsajátításában segíthet a természetjárás és egy szűkösnek bizonyuló pesti lakás is. Az érték az nem az, ami drága, hanem az, ami jó. Meg az érték az, amit van és kell. Amit van és semmire nem kell, az nem érték. Az teher. Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 23. adása, én Tóth Szabos Töhötön vagyok, ebben az epizódban pedig Sudár Balázs ős kutatóval beszélgetek a magyarok vándorlásáról és bejöveteléről, kóborló királyfikról, sztyeppén utazó államalapítási know ról nyelvünk finnugor eredetéről, a hun magyar rokonság mítoszáról, és arról a problémáról is, amikor a politika megpróbálja előírni, milyen eredményre kellene jutnia a kutatóknak ez ezekben a kérdésekben. De még mielőtt tovább mennénk, egy rövid emlékeztető. Te is tehetsz azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis támogathatod a Patreonon. Ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a műsor weboldalára, amelynek címe – az élet meg természetesen ékezetek nélkül tehát még egyszer az élet meg az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz például linkeket az adásokban elhangzott cikkekhez könyvekhez filmekhez de ez még nem minden, az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is, ez pedig a stósz, ami szintén teljesen ingyenes. A hírlevelet két hetente küldöm ki, és benne azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam, vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu. Az 1972-ben született Sudár Balázs leginkább történész és turkológus. Azért leginkább, mert zenész is együttese hagyományos és meditatív török zenét játszik. Mindemellett a sztyeppei hagyományokat ápolva lovas íjászkodik, valamint a Magyar Történelmi Íjásztársaság tagja. Munkásságáért 2015-ben a Magyar Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. Jelenleg a Magyar Őstörténeti Témacsoport vezetője. Az eredetileg az MTA égisza alatt működő témacsoportnak nem csupán egy kutatóhálózat kialakítása volt a célja, hanem kezdetektől a széleskörű ismeretterjesztés is. Ennek a törekvésnek gyümölcse az a Magyar Őstörténet címet viselő hat kötetes sorozat, amely gazdag képi illusztrációival, áttekinthető, jól tagolt olvasmányos szövegekkel, népszerű tudományos megközelítésben tárta a nagyközönség azt, amit jelenleg honfoglaló őseinkről tudhatunk. A témacsoport 2019-től az MTA kutatóhálózatának leválasztása után az új intézményi keretek között folytatja munkáját. Tehát most ennek a témacsoportnak a vezetőjével beszélgetek, sztyeppei hagyományainkról, az államalapításhoz szükséges tudásról, finnugorokról, hunokról, törökökről, perzsákról, ujgurokról, vikingekről és frankokról, az életről, meg mindenről. Kedves Balázs, köszöntelek a műsorban. Köszöntöm én is a hallgatókat. Itt rögtön az interjú elején el kell mondanom, hogy egy olyan emberrel fogok beszélgetni, aki nagyon sokféle dologgal foglalkozik, úgyhogy hogy stílszerű legyek, a nagyon sokféle dolog felé el is fogunk kalandozni, de szerintem a hallgatók többségét az izgatja leginkább, hogy most mi magyarok honnan is jöttünk a Marsról, vagy a Siriusról, úgyhogy azt javaslom, hogy rögtön csapjunk is a közepébe, Uh, mert hogy rögtön le kell hűtenem a kedélyeket, ugyanis korábbi interjúidban te rendre el szoktad mondani, hogy igazából az etelközig látunk ebben a kérdésben. Mit értesz ez alatt? Hát azt értem, hogy a etelköz előtti időszakból nem tudunk történeteket elmesélni. Nem tudjuk elmondani, hogy kivel mi történt, ki honnan, hol ment, kb. mikor, kinek a vezetése, semmilyen információnk nincsen szinte erről az egészre. Nagyon halvány nyomok vannak, azt gondolom, hogy egy lépést vissza lehet lépni félig etelközből. Azt el lehet mondani, hogy valójában a magyar történelem első ismert eseménye, tehát amiről úgy tényleg tudjuk, hogy, hogy az egy esemény, és ez megtörtént, az egy szétesés, az pont egy ilyen szétesés, amikor a, 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 magyar közösség ágakra szakad, vagy, vagy részekre szakad, és annak az egyik része fog elmenni etelközbe, egyik része indul nyugat felé, etelköz felé, egy másik része az valahol az Urálvidéken köt ki, vagy maradott, és megint csak egy rész majd le fog csatlakozni, és valószínűleg a Kaukázusban talál magának valamiféle új hazán. De hogy az pontosan hol volt? Hogy pontosan mikor zajlott? Azt nem tudjuk. Ennek mi csak a végeredményét látjuk, azt, hogy etel közben megjelenik a magyarság van egy eseményünk, ami azért csak megfogható, egy szétesés, még, még az eredményei is úgy többé-kevésbé látszanak, de igazán már csak félig tudom megfogni, mert, mert se helyhez, se időz nem tudom kötni, és hát a történelem sajnos helyről és időről szól egy csomóféle szempontból. És ahol már úgy valami kezd formálódni az etelköz, ahol már azt lehet mondani, hogy ja, a magyarok felbukkannak egy hadjáratban ekkor itt, akkor meg amott, és hát a kapcsolódik az a rendkívül fontos esemény, hogy hogy a törzsszövetségi struktúra átalakul fejedelemségé, ami hát egy, egy, óriási dolog a magyar történelmen. Igazándiból akkor jön létre az a magyar állam, amiben ma is élünk. Tehát onnantól folyamatos ez az állam. Ez egy nagyon izgalmas kijelentés. Még mielőtt itt ezt tovább folytatnánk, egy nagyon rövid kitérőt kérnék, hogy aki csak homályosan emlékszik a hallgatók közül arra, hogy etelköz a, az általános iskola vagy gimnáziumi tanulmányai során, ezt hol helyezzük el helyeben és időben ezt a ezt nevezhetjük egy szállásterületnek területnek kezdetben. Igen. A gimnáziumi történelemkönyvek, meg úgy általában egy csomó ismeretteresztő szakirodalom is nagyon sokáig boldogan használta az őshaza kifejezést, meg ilyen őshazák kifejezést. Hát én ezzel van sok mindent nem tudok kezdeni egyszerűen, nem tudom, hogy mit kéne őshazának tekinteni igazándiból. Én azt gondolom, hogy szállásterületek területek vannak. Azoknak meg sora van, tehát sorban jönnek egymás után. Na, az ilyen szempontból is az első olyan szálás terület, amit földrajzilag meg tudunk határozni, tehát tudjuk, hogy hol van. Tudjuk, hogy volt előtte valahol Levédia, fogalmunk sincs, hogy hol volt Levédia, különböző elképzelések vannak rá. Nem tudjuk, hogy hol van. De eltelközt igen, ráadásul eltelközt egyre jobban, szerencsére. Jó régóta ismert egyébként a földrajzi leírás, az Bibolban született Konstantintól maradt ránk, aki a 10. század közepén leírta, hogy hol is kellene lennie. Öt folyóval jellemezte eltelközt vidéket, és szerencsére ezeket a folyókat felismerjük. A levédia folyóit is megmondta csak azok fogalmunk hogy melyik folyókkal azonosak. Az etelközi folyók viszont eléggé egyértelműen a a a, a Kárpátokig, tehát a Neper és a Kárpátok között vannak, ami egyébként földrajzilag is egy egységet képez, tehát az egy, az egy eléggé világos egység ennek a kelet-európai pusztának. És az a helyzet, hogy az utóbbi, talán húsz évben nagyon-nagyon sok Régészeti lelet is előkerült. Addig nem ismertük ezeket, de most hihetetlen számban kerülnek elő a, a leletek innen. Egyrészt úgy, hogy újásatások előhozzák ezeket, másrészt meg még inkább úgy hogy a helyi kutatók rájöttek arra, hogy ez egy izgalmas terület, és megnézték a régi feltárások anyagát, és, és bizony az adattárakban nagyon sok mindent találnak, ami, ami ide kapcsolható. Ennek az első lépése az az volt, hogy a nyebpermenti szállások kerültek elő, ez a Subbocci Horizont nevű lelet csoport ezt egy ukrán régész kollega rakta össze, és most hát ennek meg lett tulajdonképpen a, a nyugati fele, a Prut és a Nyeszter mentén ö, éppen néhány napja mutatták be a, a moldáv kollégák a gyűjtésüket, de most 40 lelőhelyről beszélnek már, ami egy elképesztő szám egyébként ebben a... És ezeknek égében. a többsége magyar vonatkozású lelőhely? Hát ezek azok a lelőhelyek, amiről azt gondoljuk, hogy a magyarokhoz köthető több-kevesebb indokkal lehet ebben valamennyi tévedés. De azért nagyon markáns jelei vannak, hogy ezek a temetők a korai magyarsággal köthetők össze. Ez óriási szám egyébként. Tehát, tehát többi hajdan volt népeknek messze nincs ilyen ismert hagyatéka mondjuk a besenyőknek, nincs ennyi lelőhelyük mind nekünk. Azért ez egy nagyon komoly dolog. És hát az a nagyon jó benne, hogy ilyen formán a, a területet lokalizálja a történettudomány is meg a régészettudomány is. Tehát, hogy, hogy ez eléggé biztosnak tűnik. Tehát aki előtt nincs térkép, azt tudjuk mondani, hogy egy pár száz kilométerre a Kárpát-medencétől keletre kezdődik ez a Hát gyakorlatilag a Kárpátok, Kárpátok, keleti lábaitól kezdődik, és nagyjából a, a Nyebperig tart. Sőt, hát a nyeppernek valójában a, a keleti partján is még vannak temetők, tehát látszik, hogy, hogy a nyepper völgye úgy nagyjából kievig, a, a torkulattól kievig, az etelközhöz tartozott, igen. És akkor ezek a leletek is azt mondhatják, hogy itt egy nagyon erőteljes magyar jelenlét van már, sőt, az előbb te azt mondtad, és itt fölkaphatja a hallgató a fejét, meg én is, hogy tulajdonképpen az államalapítás az itt lezajlott, mert ugye mi úgy tanuljuk az iskolában, hogy államalapító Szent István. Hogy akkor ez itt milyen államalapítás? Ez egy remek kérdés, hogy valójában onnan kellene kezdeni, hogy mit is tekintünk államnak, és erről óriási vitákat lehet folytatni, hogy mi az államnak a definíciója. De én azt gondolom, hogy egy, egy törzseknél magasabb szerveződési forma az már állam. Egy nagyon egyszerű, nagyon csíra állapotú állam, de az már egy, egy olyan szerveződés, amit államnak tekinthetünk. Ugye ennek az a lényege, hogy vannak dolgok, amik összekötik a különböző törzseket. A törzsszövetségben annyi történik, hogy a törzsfőnökök, törzsfők megbeszélik, hogy akkor ők most innentől együtt fognak működni. Tehát ez egy megállapodás. Az államnál viszont van egy egyen magasabb szint, tehát van egy fejedelem, aki mindenki fölött áll, tehát egy személy valójában összefogja és egyúttal reprezentálja is ezt az országot. Másfelől vannak olyan tisztségviselők, amik az egész rendszerre kiterjesztik a a vagy hatalmukat. Ugye ilyen van a magyarságnál is a gyula és a karha. Melyik mit csinált egyébként? Hát ez megint egy jó játék, vagy jó kérdés, hogy kinek mi volt a dolga. Általában ezeknek katonai, tehát hadvezéri és bírói funkcióik vannak. Ezek a legalapvetőbb dolgok nem nálunk, hanem mindenféle ilyen korai sztyeppei államalkulásnál így kezdődik a dolog. Tehát ez a legegyszerűbb szintje a dolognak. Tehát a magyar állam kialakulása ilyen szempontból egy teljesen tipikus sztyeppei történeteben nincsen nincsen semmi meglepő, ami egyébként egy utána megnyugtató is a mi számunkra, hogy akkor amit tudunk a forrásokból, az nagyon is a helyén van. És akkor majd ez fog idővel bonyolódni. Tehát ez az, ami ott etel közben akkor létrejön. Ez egy óriási ugrás, mert egy sokkal erősebb integráció, mint a törzszövetség. Ugye lesz neki egy vezető családja is, nyilvánvalóan, tehát a fejedelmi család, ez, ez, a, ezt hívjuk Árpátháznak és Ámossal kezdődik, tehát Árpád apjával kezdődik. Úgy tűnik, hogy Álmos az első fejedelem. Bo bocsánat, hogy közelök, csak hogy hallgatók is, meg hogy én is tudjam mihez kötni. Amikor azt mondjuk, hogy vérszerződés, ugye ez az etel közben történhetett, csak hogy időben is elhelyezzük, mert talán ezt még nem mondtuk el, hogy ez pár évtizeddel a honfoglalás előtt történt, vagy mikor történt ez az egész? Igen, igen, nagyjából ezt gondolhatjuk a dolog amit a régészeti leleták most újra megerősítettek, és egyébként a történeti forrásokból is nagyjából ez látszott, hogy a magyarság a 9. század közepén jelenik meg a történeti forrásokba. Itt vannak 839-40 körül mindenféle források, amik vagy a magyarokról szólnak, vagy nem, vagy odakötjük, vagy nem, ezen lehet vitatkozni, de a 860-as évektől már egyértelműen vannak források, amik az etelközi magyarságról szólnak. És azt gondoljuk, elsősorban most a régészeti leletek alapján, hogy nem is sokkal korábban érkeztek oda, hogy valójában az etelközit magyar tartózkodás az mondjuk 50 év. Nem, nem, nagyon lehet annál sokkal több. És az is nagyon valószínű, de ezt persze nem tudjuk biztosan, de, de inkább valószínű, hogy talán már törzs szövetségként érkeztek ide. És az is egyetemű, hogy viszont itt megtörténik a fejedelemválasztás, ha jól rakjuk össze a logikai rendszereket, akkor talán 881 előtt, mert 881-ben van már egy olyan esemény, amikor a magyarok és a kabarok együtt harcolnak a talán a mai Ausztria területén, tehát a kabarok már csatlakoztak a magyar szövetségi rendszerhez, és viszont azt meg tudjuk, hogy a, hogy a magyarság az abszolút hétnek képzeli el magát, tehát hét magyarban gondolkodik mindig, és a kabarok teljesen egyértelműen nincsenek benne ebben a hétben. Tehát a, ennek, a, ennek a nagyon stabil heteségnek a kabarok előtt létre kellett jönnie, úgyhogy azt gondolhatjuk, hogy igen, valamikor ott a. 9. század második felében, valahogy 880 előtt jön létre ez az állam. Egyébként ilyen szempontból roppant érdekes a magyar hagyomány, ami azt mondja, kerek perec hogy a fejedelem választás az azért történik, mert le kell bonyolítani a honfoglást. Tehát a költözést egy központi irányítással kell megcsinálni, hogy működjön. Tehát nagyon nem lehetett a honfoglás előtt, azt gondolom. Most itt bocsánat, hogy egy kicsit olyan üzemmódba váltok, mint amikor a kisgyerekek megkérdezik, hogy miért kék az ég, és folyamatosan folytatjuk ezeket a kérdéseket, csak hogy ne maradjon elvaratlan szál, Ugye itt a vérszerződésre kérdeztem rá, akkor igazából az a vérszerződés, amit mi az iskolában tanulunk, ez azt jelenti, hogy itt már a választás érdekében történik ez az egész, és a honfoglalás érdekében, vagy ez még a korábbi állapot, amikor a hét törzs összerán Totta magát, és akkor utána jött, a, amikor kibővítették ezt az egészet. Az a vérszerződés, amiről tudunk, az már egyértelműen a hét törzs létrejött után van, tehát amikor a hét fejedelmű személy összeül, hogy na akkor most valamit csinálni kellene, és egyértelműen etel van, és egyértelműen a fejedelem választásról szól. Tehát valójában ez a vérszerződés, ez, ez nem az, amikor a törzszövetség megköttetik, és a, a, különböző emberek szövetséget kötnek egymással, hanem ez egy olyan megállapodás, ami arról szól, hogy innentől már pedig a, a fejedelem szava a döntő, és az Árpád ház, illetve az álmos és leszármazottai lesznek a fejedelmek. Tehát tekintetjük ezt az államalapítási aktus részének. Igen. Igen, egyértelműen a magyar hagyományban ez van megjelölve ekként, igen. Kik azok a kabarok? A kabarokról nagyon-nagyon kevés történeti forrás van. Felbukkannak, aztán majd nagyon gyorsan el fognak tűnni. Egyébként egy nagyon fontos eleme a magyar őstörténetnek, a kabarok kazárok. A kelet-európai térségben, amikor a magyar állam létrejön, meg amikor a magyarok etelközbe költöznek, akkor teljesen egyértelműen a, a legfontosabb és a legerősebb hatalom az a kazárbirodalom. Ez egy a, a, a Volga alsó folyásánál lévő területekről a kiinduló, illetve ott a kaukázus lábaitól kiinduló, de a Volga alsó folyásához kötődő idővel oda kötődő birodalom, ami teljesen világosan a kereskedelemre építi rá a saját egzisztenciáját, elképesztően gazdagok. Ugye az észak-déli kereskedelmi út, meg a kelet-nyugati kereskedelmi út találkozik náluk, ezt fölözik le, és aztán ebből a gazdagságból igen-igen komoly hadseregre tesznek szert, amivel aztán különböző területeket a befolyásuk alá vannak. Na most, hogy ez hogy történik, meg hogy nem történik, az nagyon homályos, mert igazándiból nincsenek erre nagyon jó forrásaink, de az biztos, hogy ez a kazárbirodalom az egy 200-250 évig nagyon stabilan fennáll. Ami a sztyeppei régióban azért az egy nagyon komoly idő. Tehát ez egy, egy normál állam az ilyen 50-60-70 év. Tehát egy viszonylag rövid, ez egy stabil, valahogy stabilizálja magát. És nagyon meghatározó a térségben? Ráadásul, ha jól emlékszem, ők talán nagyon kevés olyan nép között vannak, akik a zsidó vallást veszik fel, vagy valamiképpen, ezt nem is tudom, hogy működik ilyenkor a vallás export, amikor van egy kiválasztott nép, és az nem azok, akik fölveszik ezt a vallást? Hát ez egy remek kérdés, ezen nagyon nagy viták zajlanak. Ugye maga a folyamat megint nomád szempontból teljesen egyértelmű: ha elérünk egy szerveződési fokra, akkor nincsen tovább, ha nincsen tételes vallás. A tételes vallás úgy tűnik, hogy valamiféle rendezettebb gondolkodást, talán írásbeliséget hoz úgy tűnik magával, talán hoz magával egy egyházszervezetet, vagy valamiféle szervezetet is, ami megint csak meg tudja erősíteni a hatalmat, hoz magával egy legitimációt, egy külső legitimációt, tehát akkor már a, a hatalom nem csak belülről, hanem kívülről is eredezteti magát, ami ugye a belső bajoknál eléggé jól jön, tehát ezt meg kell lépni minden ilyen országnak előbb-utóbb. A kazárok a, a judaizmushoz fordultak, ki tudja miért. Nem teljesen egyértelmű, hogy ez miért történik. A hagyományos magyarázat az az, hogy hogy azért, mert egy gyakorlatilag egy muszlim keresztény harapófogóban éltek bizánci és az arabok között, és akkor ők akartak egy harmadik utat keresni maguknak, és ez lenne a judaizmus. Hát ez így egy jó hangzó magyarázat, de hát politikailag akár kontraproduktív is lehet. Tehát nem egészen látjuk át, hogy ez miért történik, mint hogy az sem, hogy mikor. Nem világos, van, amikor nagyon korai időpontra tették, van, amikor nagyon késeire. Most már vannak olyan elméletek, amelyek azt mondják, hogy ez azért leginkább a 9. század eleje lenne, tehát ilyen szempontból mondjuk a zsidó kazária az a magyar vándorlás végével párhuzamos. Ugye az se világos, hogy, a, hogy kazáriának mekkora része lesz muszlim, mert a muszlim források például azért alapvetően azt mondják, hogy ez, ez az ország alapvetően mégiscsak muszlim. Azt is tudjuk, hogy egy csomó keresztény van. Tehát ez egy sokvallású ország marad. Ugyanakkor azért arról eléggé sok forrás van, hogy a kazár történelem utolsó időszakában a, a dinasztia, tehát a vezető dinasztia, az, az valóban zsidó vallású. Na és akkor mi annyit tudunk erről a dologról, hogy kazáriában valamikor, jó eséllyel a 9. század derek a tájékán, kitör egy belháború, és az a társaság, aki ezt elveszti, az elmenekül. És ez három törzsnyi, vagy három törzs töredéknyi ember lenne, és ezek a magyarokhoz menekülnek, és ők a kabarok. Ők lennének a kabarok, akik aztán csatlakoznak a Magyar Szövetséghez, a magyarok átszervezik őket, és aztán jönnek a magyarokkal együtt a Kárpát-medencébe, és ők aztán gyakorlatilag eltűnnek. Tehát nem, nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz velük. Vannak különböző elképzelések, hogy mondjuk az abban nemzetség az kabar lenne, hogy akkor ilyen formán a mátra tehát hogy az északi középetség lábaihoz költöznének be a kabarok, hát vagy oda költöznek, vagy nem. Tehát, hogy ez, ez egy eléggé nyitott kérdés. És akkor azt sem tudjuk, hogy ők milyen vallásúak voltak? Nem, nem, semmilyen szinten nem tudjuk, hogy milyen vallásúak voltak, gyakorlatilag bármilyen vallásúak lehettek igazság szerint. Sokféle verzió van, tehát van az a verzió, hogy, a, hogy éppen a a dinasztia, már hogy a kazár uralkodó dinasztia vallásváltásával lenne ez valahogy összefüggésben, és a, a zsidó vallásosság ellen fellázadó kazár csoportok lennének, vagy egyetlen a, a, zsidó elit ellen fellázadó kazár csoportok lennének. Ha ezek, akkor akkor esetleg muszlimok, vagy esetleg teljesen a, a, a szokásos vallásosságot, amit jobb-rosszabb szóval a tengrizmusnak szokás nevezni, annak a követői lennének, de van, aki már azt feltételezte, hogy de hát tulajdonképpen ők akkor mégiscsak zsidók lennének. Nem tudjuk. Nincs, erre nincsen semmilyen forrás közvetlenül. Ez alapján egy meredek feltételezés lenne azt mondani, hogy a korábbi, tehát ennek az egész a magját alkotó hét törzs is hasonlóképpen szerveződött össze valamikor korábban, hogy voltak törzsek, akik úgy gondolták, hogy ez neki kép jó lesz, valahonnan menekültek, vala menedéket kerestek, éppen akkor jó volt és összeálltak a logika mindenképpen azt mondja, hogy igen. Tehát, hogy ez történik, hogy ez a hét törzs, ez valamikor, ami ugye eleve nyolc, mert van a kürgyarmat, ami, ami egy törzsnek számít, de hát láthatóan kettő, és nagyon komolyan kettő, hiszen a magyar településekben olyan település nincs, hogy kürtgyarmat, olyan, hogy kürt van egy csomó, meg olyan, hogy gyarmat, az is van egy csomó, kürtgyarmat meg nincs. Tehát látható, hogy azért ők nagyon jól tudták, hogy ők kettő, dacára annak, hogy a, a, az irányítási struktúrában egynek számítottak. Azt szóval lehet tudni, hogy miért vonták őket össze, mint racionalizáljátok a szervezetben? Nem, nem tudjuk, hogy mi a történés, ugyanakkor az egy teljesen normális dolog, hogy két kisebb törzs az, az fúzionál valamilyen módon. Hogy itt pontosan mi történik, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy még a kárpát medencén belül is ők pontosan tudták, hogy ők kettő. Már ez is egyébként mutatja, hogy ugye ez egy szerveződő dolog. Tehát már a hét magyar is egy, egy bonyolult tap szerveződésnek a végeredménye, de vannak még jelek, amik arra mutatnak, hogy persze ez egy újra szervezett dolog, és nyilván ezért van az, hogy a magyar törzsnevek azok nem nagyon jelennek meg a sztyeppén. Mert hogy ez egy nagyon régi törzsi lenne, viszont van, ahol mégis megjelenik, és az pedig baskírja, a baskirok. És az azért érdekes, mert a baskírokkal amúgy is már a korai muszlim történetírás, földrajzírás kapcsolatba hozta a magyarokat. Tehát a baskírok és a magyarok között van valami, Hát a baskír törzsi nemzetségi rendszert azt a 18. század közepéről eléggé jól ismerjük, akkor az oroszokhoz tartoztak, és az oroszok nagyon rendesen összeírták őket, meg kellett, és ez gyakorlatilag egy katonai összeírásnak az alapja volt. És hát az a helyzet, hogy a, a turkológusok eléggé jól rájöttek, ugye a baskírok egy török nyelvű nép, eléggé gyorsan rájöttek, hogy egy csomó olyan törzs és nemzetségnél van a baskíroknál, amit tulajdonképpen a hét törzsel a magyar hét törzsel kapcsolatban hozható. Na most erről óriási viták zajlanak, hogy ez stimmel vagy nem stimmel volt, amikor teljesen biztosan állították, hogy legalább öt az megvan, aztán gyakorlatilag eljutott ez oda, hogy tulajdonképpen talán csak egy van meg, és most azért eléggé új, új fordulatok vannak ebben a játékban. Kettő az eléggé stabilnak látszik, az egyik az a Jurmati, az pont a gyarmat, a másik pedig a Jenei, az a Jenő, amiről ugyan felmerült, hogy az egy etimológiailag nem passzol össze a Jenei meg a Jenő, de az a helyzet, hogy kiderült, hogy mondjuk, és ez a, genetikán a genetikának szinte a legújabb eredménye, hogy a, a baskír törzsek és nemzetségek közül éppen a jeneje az, aminek a legtöbb, és nem, nagyon nem kevés genetikai kapcsolata lehet a, a honfoglaló magyarsággal. Tehát lehet, hogy a jenejnek a, a hajdani kapcsolódását most éppen a genetika fogja nekünk bebizonyítani, mert egy, egy nagyon izgalmas új eredmény. És akkor itt persze felmerül a kérdés, hogy most akkor hogy van ez a dolog? Én azt gondolom, hogy a, a legreálisabb forgatókönyv az az, hogy még a törzszövetség előtt valamikor régeségen egy ismeretlen országban, amit lehet, hogy ismerünk, csak nem tudjuk, hogy arról van szó, megvoltak ezek a törzsek, ez az ország szétesett. És akkor a, ezek a törzsek egyébként teljesen normális módon elfeleződtek, vagy, vagy darabokra hullottak szintén, és egy részük a baskír népalakulásnak a része lett, a másik részük pedig a magyar népalakulásnak a része lett. Tehát ez egy még korábbi történeti szála magyarok esetében, csak hát nem tudjuk, hogy mikori. Megint csak a végeredményt látjuk. Aki előtt nincs térkép, mit tudunk mondani, hogy a baskírok azok most hol vannak, vagy, vagy mit érdemes ezer elhelyezkedésekről tudni? A baskirok az egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon speciális történetű török nép, azt gondolom. Lényegében a, a közép régiójában vannak, és az urálnak a, hát a nyugati és a keleti felén is. Erről azt érdemes tudni, hogy hogy az Urál, mint hegység, azért az nem olyan, mint a Kárpátok. Tehát a Dél-Urálnak vannak nagyon magas vonulatai, meg az Északi-Urálnak is vannak nagyon magas vonulatai, de egyébként a hegység jó része az a mi szempontunkból inkább domságnak tűnik. És azt sem szokkás tudni Magyarországon, hogy a, az régió az igazándiból az Urának mind a két oldalán, tehát a kelet és a nyugati oldalán is, elég messzire északra felnyúlik, pont a közép-uráli átjáróig. Mekkora területről ez, a, ez az Eurázsiai Sztyepe régió egyébként? Ez egy fontos kérdés talán, hogy ezt az el Eur... tudjuk képzelni. Hát az a mai Mongóliától indul, és tulajdonképpen eltart a Kárpátokig. Tehát az etelköz volt a vége igazából ennek. Hát részben az etel köz, de én azt gondolnám, hogy, hogy havasalföld is, tehát ugye ez a Romániának a Duna és a Kárpátok között, tehát a déli Duna és Kárpátok közötti része, azért az még az Sztyeppe régiónak egy elég egyenes folytatása. És akkor Hát a kárpát medence meg a végállomás, ami olyan is, meg nem is. Tehát a, ez az a nagyon vízjárta, tehát vízben nagyon gazdag terület, azért ez nem egy klasszikus sztyeppei terület, eléggé erdősült, ugyanakkor a nomádoktól nem idegen az erdősztyeppei jelenlét. A magyarokról egyébként leginkább azt lehet gondolni, hogy pont ebben az erdősztyeppei részben élnek, tehát ahol a, a füvesztyeppe és a, az erdőzóna Átmegy egymásba. Már mielőtt a etelközbe érkeztek volna valahonnan egy ilyen területről, igen, igen, igen. Érkeztek igen, igen. oda. Igen. Tehát ez már nagyon a vége, a kárpát rendszer nagyon, nagyon a vége, és a, a, klasszikus sztyeppének, és az azért itt nagyon más életmódot élnek a, a, népek, mint a klasszikus sztyeppei életmód. Nem véletlen, hogy itt pillanatok alatt mindenki letelepszik. Tehát mindenki felhagy a nomád életmódot, és megtelepszik, és, és gyakorlatilag földművelők lesznek az ide költöző népek, még akkor is, hogyha jó sokáig őrzik egyébként a sztyeppei hagyományaikat, mint hogy mondjuk az avarok azért egészen sokáig őrizték. De hát aztán ők is azért földművelőként végezték ezt a dolgot. Tehát a Banskírokról beszéltünk, hogy ők akkor kb. ott létezhettek, vagy léteznek, mint uh, amit korábban magyar hazának gondoltunk, az urál mentén. Igen, mondhatunk valami ilyesmit. Igen, tehát ugye a tankönyvekben a volga káma köze szerepel, és az már az a régió, igen ugye ez az a hely, ahol Julianus barát megtalálja a magyarokat. Tehát ez, ez a magna hungária. És az, az egyébként igaz, hogy ő még beszélgetni is tudott velük 1200 valamennyiben, amikor ott volt. Igen, hát ő ezt állítja, tehát miért ne hinnénk el, hogy tudott velük beszélgetni, és hát egyébként meg miért ne tudna. Tehát azért, ha azt gondoljuk, vagy, vagy úgy gondolkodunk, ahogy mondjuk én magamtól gondolkodom, hogy tehát ez a szétesés azért ez nem a az idők homályának a mélyén zajlott, hanem azért ez, ez szerintem igazán a 9. században történt, akkor mondjuk Julianus barát az mennyire 300, 400, 450 évre van ettől a az időpont. az ez 400-450 év alatt a magyar nyelv a jelek szerint nem változik annyit, hogy teljesen érthetetlen legyen. Tehát akkor megpróbálom összefoglalni, amiről eddig beszéltünk, mert szerintem ezek elég meredek állítások, nekem legalábbis, aki nem voltam benne. Ugye arról van szó, hogy ezek szerint nem több száz éven keresztül vándoroltunk, hanem ez néhány évtized alatt zajlott le ez igen, az egész igen, dolog. Igen, most azt gondoljuk, hogy a Valahol az Urál környéki szállásterületről, amiről egyébként nem tudjuk, hogy hol volt, arról a szállásterületről, ugye villámgyorsan, tehát a vándorlás az rövid átvándorolnak etel közben, tehát az akár egy-két év is lehet, ez nem, nem a nomádok gyorsan mennek, ha akarnak. Etel közben lehúznak egy fél évszázadot, és akkor onnan szinte meglehetősen gyorsan beköltöznek a kárpát -menencébe. Tehát valahonnan az Urál vidékéről kárpát eljutni a magyarságnak most azt gondolom, hogy egy szűk évszázad volt. Még maradjunk egy kicsit etel közben, és tényleg nem akarom az idők végezeteig húzni ezt a kérdést, de a nagyon érdekes az, ugye itt az államalapításnál, hogy azért ehhez kellett valami tudás, hogy hogy működjön, hiszen ha jól értem, most nyilván kivetítem egy modern államra ezt az egészet, de valahogy úgy képzelem, és nem vagyok ebben szakértő, hogy egy állami struktúrának a hatalom megosztás az része, tehát hogy van egy főbíró, van egy nagy vezír, van egy akár szimbolikus szerepet betöltő nagy fejedelem, mégiscsak megosztják a hatalmat, és ez nem egy magától értetődő tudás, hogy az kell, hogy ehhez működjön, hogy összeült a hétvezér, és egyszer csak kitalálta, hogy na, alapítsunk egy államot, mert ez kell a homoglaláshoz és legyen így, vagy hogy, hogy kell ezt elképzelni, mert ez egy ugrás, ezt te is mondtad. Igen, ez egy minőségi ugrás az állam szervezésben és az államvezetésben. Az a történet, ami, ami a magyar hagyományban benne van, tehát a vezérek összeülnek és kiválasztanak valakit, hogy akkor időlegesen ő legyen a főnök, az egy teljesen reális történet ebben a formában. Tehát az akár még így is lehetett volna, hogy válaszoljuk ki a leglátermettebbet, ő vezényelje le a honfogás, aztán majd élünk ugyanúgy, ahogy éltünk eddig. Ha így történt volna, akkor el is hinném, hogy így történt. Na de hát valamiért az a család, akit kiválasztottak, az álmosék, hát azért 400 évig hatalomban maradnak. Lehet, hogy megpróbálták őket kibillenteni a 10. század elején már a kárpát a hatalomból, nem sikerült. Úgyhogy én azt gondolnám, ráadásul a, ugye nem csak a magyar hagyományban van meg a fejedelem választás, hanem a görög hagyomány is tud erről, ami azért egy eléggé másik történetet mesél el. Én azt gondolnám, hogy itt azért nem feltétlenül és nem csak a honfoglaláshoz kötődött ez a ez a fejdelemválasztás, És hát ez egy nagyon komoly, tényleg nagyon komoly kérdés a korai magyar történelemben, hogy egyáltalán miért jutott eszükbe ezt megcsinálni. Miért jutott eszükbe az, hogy végül is egy hosszú távon működő államot hozzanak létre, ez nem egy triviális dolog. Egyáltalán nem hétköznapi dolog azt steppén országot alapítani. Nincsenek is országok a, akkor a sztyeppei környéken igazándiból. Tehát van Bizánc, ami egy kicsit belóg, az cseppére, nagyon messze van, elképesztően bonyolult, elképesztően más világ, tehát az semmi közünk nincs hozzá látható. Ott van Kazária, ami egy régi nomád alapú állam, de már az is ott van évszázadok óta, meg meg van bonyolódva. Ugye felmerül, hogy a történeti forrásokban is, meg a gondolkodásban is, a történészi gondolkodásban is, hogy, hogy tulajdonképpen a kazárok grundolták volna a magyar fejedelemséget, vagy kazár mintára jött volna létre a magyar fejedelemség, az a baj ezzel, hogy hát a, a kazárok rengeteg népet pátyolgattak még így maguk körül. Tehát vontak a saját függésükbe, de valahogy egyikből se csináltak országot. Miért lenne érdeke egy adóztatásban, hatalomfenntartásban? érdekelt országnak megszervezni az egyik alatt való csoportot, ami aztán majd föl fog lázadni. Tehát ez nem nagyon értelmes ebben a formában. Ráadásul nem tűnik úgy, mintha a magyar struktúra az bármilyen szinten is hasonlítana az kazára. Sokkal inkább arról van szó, hogy mintha ez egy tényleg egy ilyen embryonális, az alapminta szerint szerveződő ország lenne, de kétségtelen, hogy ehhez is kell egy tudás, meg kell egy ötlet. Tehát kell az az ötlet, hogy gyerekek, Ugyan már szervezzük meg ezt a dolgot, tehát hogy, hogy, hogy csináljunk már egy fejedelemséget. De, de miért? Tehát ez valakinek eszébe kell, hogy jusson. Nem elég, hogy tudni kell, hogy ezt hogy kell csinálni, hanem a szikra is kell hozzá, hogy, hogy, hogy ez meglegyen. És igen, kétségtelenül kell a hatalomtechnika tudása. Tehát, hogy hogy tartok egybe hét darab törzset? Hogy hogy magyarázom el nekik, hogy most együtt leszünk és Eddig mindenki ment a maga feje után bizonyos fokig, most meg nem. Tehát modern szóval mondhatjuk azt, hogy ez egy know-how. Ez egy know-how, persze, abszolút. És gondoljunk bele, hogy a fejedelemség létrejött, az azzal jár, hogy a törzsfőnökök, akik addig függetlenek voltak és azonos hatalmuk volt, azok most lemondanak a hatalmuk egy részéről a fejedelem javára. Tehát ez egy, ez egy önkéntes hatalomkorlátozás. Ami azért nem olyan egyszerű dolog, hát látjuk, hogy ez azért nem, nem, nem működik magától sosem, tehát senki sem szeret lemondani a, a, már megszerzett hatalmáról, miért mondaná le. Tehát akkor mond le, ha, ha, ennek vagy nagy előnye van, és azt belátja valamilyen módon, vagy pedig kényszer hatására teszi. Tehát ez egy, ez egy roppant izgalmas kérdés, hogy, hogy mi történik. A magyaroknál egyébként én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenféle történet arról szól, hogy ezt a törzsek csinálják meg, tehát ez alulról jön, tehát valóban a törzsek fogják létrehozni a, a fejedelemséget. ilyenre egyébként vannak példák máshol is. Például a krími tatárkánság is így jön létre, ott négy ilyen, ilyen állam alkotó nemzetség feje összeül, és kitalálják, hogy ők, ők most létre fognak hozni egy országot, és eszükbe jut, hogy na jó, de ez kéne egy uralkodó, mert ez csak akkor lesz komolyan vehető, hát, hogy ez jóval később van és egyszerűen szereznek maguknak egy uralkodó nemzetséget. Ugye az ő idejükben ez, ez valamivel egyszerű, mert azt cseppei régióban tudva levő, hogy Genghis Khan utódai azok a, azok a személyek, akik legitim fejedelmek lehetnek. Tehát ahhoz, hogy, ez, hogy egy komolyan vehető országot csináljon valaki, ahhoz kell egy Genghisida leszármazott. És ők egyszerűen körbenéznek a térségbe, hogy hol vannak kóbor Genghisida, hercegek, és a Litván udvarban találják ezt meg. És akkor írjanak a litván uralkodónak, hogy ugyan küldje már el ezt az egyébként ott menekültként élő herceget, mert nekünk teljesen jó lenne uralkodni. Ott engedi a napjait, és igen, igen, csak igen, igen, egy követ, hogy ugyan legyen már a mi fejedelmünk. Ez történik, és akkor a litván uralkodó kihagyja. Kiadja, és gyakorlatilag engedélyt ad erre, hogy akkor ez a, vagy ez a, ez a herceg elmenjen. Elmegy, ő lesz a krími tatár Kán, immár Kánként, a nemzetségek fölött, megalakítja a, a sok száz évig fennálló Kánik dinasztiát, a király dinasztiát, és akkor nem olyan sokkal később, amikor a Queenről hallunk, akkor már csak arról hallunk tulajdonképpen a felületesebb dolgoknál, hogy hát van a kánság, és annak van a kánya, meg a káni családja. És hogy egyébként ezt országalkotó nemzetségek hozták létre, arról már csak a, a, jobban értesültek tudnak. Tehát van ilyen modell, most a magyaroknál ez szerintem játszik. Tehát ha mondjuk az álmos vezérnek a családja, akit megválasztanak, az lehet, hogy egy, egy külső meghívás, vagy egy külső, legalábbis egy külső tudás érkezik oda a törzszövetségbe? Igen, ez egy teljesen elképzelhető forgatókönyv. Ugye nagyon trükkös, de fogalmunk sincs, hogy az Árpádház melyik törzshez tartozik. Tehát semmilyen forrás nem beszél erről, hogy az Árpádházi királyoknak melyik volt akkor a törzsük. Lehet, hogy egyik sem. Ja, hogy a hét törzs közül nincs is megnevezve soha, hogy akkor melyik az Árpádházi? Nincs. Nem, nem, nem tudjuk összekötni a törzseket az Árpádházzal. Ráadásul van egy ilyen nagyon fura kitétel a magyar krónikás hagyományban, hogy álmos régi királyi családból származik. De az is benne van mindegyik anyagban, hogy a magyaroknak korábban nem volt országuk, nem volt uralkodójuk, nem volt uralkodó családjuk, akkor ugye ez egy ellentmondásnak tűnik. Tehát hogy lehet régi királyi családból származó valaki úgy, hogy egyébként pedig nem is volt királyság? Hát úgy, hogy kívülről jön. Tehát lehet úgy királyi családból származni, hogy nem ebben a közösségben voltam a királyi család sarja. És az egyébként a know is magyarázná kapásból. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas feltételezés, és hát itt elrugaszkodunk egy kicsit a történet tudománytól, és ezért is hangsúlyoznám, hogy nehogy az legyen, hogy itt a műsor kapcsán 25 történész fog neked támadni, hogy ez tudománytalan. Ezért úgy kérdezem, hogy létezhetnek erre logikailag megalapozott feltevések, hogy honnan jöhetett, ha kívülről jött ez az uralkodó család, az Árpádház, az Álmos, a hét élére, akkor, akkor honnan érkezett? Hát ugye fogalmunk sincs, tehát tényleg az az alap, hogy nem tudjuk. Ugye az is feltételezés, hogy kívülről érkezett, tehát mondjuk ennyiben, hogy azt gondolom, hogy egy megalapozott vagy, vagy lehet emellett érvelni, de nem, nem bizonyosság azért ez. Ha kívülről jött, akkor, akkor mindenképpen több helyről jöhetett, tehát egyrészt kikerülhetett akár kazárjából is tényleg, tehát miért ne kerülhetett volna ki onnan. Ami mondjuk a kazár-magyar kapcsolatok szempontjából picit furának tűnik. Tehát, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a Bíborban született Konstantin fejedelem választós története mellett, ami egy, egy nagyon komoly kazár befolyásról szól, és egyébként nagyon úgy néz ki, hogy ez egy kazár story, tehát azt a kazárok mesélik el a magyar állam alapításról, azt nem a magyarok mesélik. Még ebben a történetben sincs az, hogy kazár lenne. Az, hogy kazár kapcsolatai vannak, az igen, de hogy kazár lenne, az nem. Márpedig ez, tehát ugye, ha valami, akkor ott ennek az infónak helye lenne. És hát egy olyan állam van, ami, ami, igazán komolyan kibocsáthatna ilyen uralkodót, az meg tulajdonképpen az újgur birodalom. És ezt el szoktuk felejteni a magyar őstörténetnél, illetve nem, nem, is igazán emlékszem, hogy bárki elemezte volna azt a kérdést, hogy a magyar állam alapítás előtt, tehát a fejedelem választás előtt néhány évtizeddel, hát összeomlik a, a Sztyepe régió nagy hatalma az új birodalom 840-ben. Ezt kb. úgy képzeljük el, mint a Szovjetunió összeomlását. Ez kb. akkor is volt, nem? Tehát ez egy óriási kiterjedés a dolog Picit volt, más, meg, meg, azért a Ujguria nem, nem terjeszkedik ennyire nyugatra talán, mint mondjuk az elődje a török de azért ez egy jókora hatalmas állam, óriási befolyással a környezetében, tehát mondjuk, a, mondjuk Kínára is nagyon-nagyon komoly belpolitikailag is, tehát a kínai belpolitikára is nagyon komoly befolyása van az újguraknak. Tehát ez nem egy elhanyagolható társaság. Na most ez összedől. Kívülről megtámadják, és gyakorlatilag szétverik. És a folytatása az nem a szokásos folytatás, hogy átfestik a cégtáblát, és akkor majd egy új társaság viszi tovább a birodalmat, hanem megszűnik. Megszűnik, és szétabrózódik. Ami azt is jelenti, hogy 840 után igazándiból egy csomó új, kisebb-nagyobb állam jön létre itt a 840-es, 50-es, 60-as években. Ez az, ez az, az időszak, amikor miért közben érkezünk kb. nem? Igen, ez az az időszak, amikor mi a érkezhetünk. Tehát még az is lehet, hogy az új a magyarok etelközi bevándorlásával is összefügg, de nem biztos, mert lehet, hogy az korábban volt, tehát ezt nem tudjuk. De hogy a magyar állam létrejötte, tehát az államiság létrejötte, és ez az új, újgur idők utáni állam létrehozási boom, ez legalábbis időben egybeesik, azért az fura. Onnan is inkább egyébként, mert talán te mondtad korábbi interjúkban ezt a hasonlatot egyszer, hogy ugye beszéltünk erről az óriási eurázsiai sztyeppéről, hogy ez olyan, mint egy szövet, tehát hogyha valamilyen pontot megpiszkálnak, akkor végig hullámzik az egészen, már pedig itt nem arról van szó, hogy megpiszkáltak valamit, hanem itt gyakorlatilag egy kataklizma történik igen. ebben az időben. Igen, igen, igen. És ráadásul de azt is tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon erőteljes nyugati irányú kiáramlás van, tehát maguk az újgurok is a saját törzs területükhöz képest nyugat fele mennek, és hoznak létre újabb országokat, és a róluk leszakadó társaságok is ugye mind nyugatabbra hoznak létre különféle országokat. Most ez egy teljes science fiction, de jó pofa történet, hogy a, az utolsó kagának itt egyébként ügyének hívtak, akinek a neve nagyon hasonlít a mi ügyekünkre, aki ugye elmosapja, vagy nagyapja a magyar hagyomány szerint. Nem mondanám, hogy a két figura azonos volna, de érdekes, hogy a nevük hasonló. Ezt az ügyet meggyilkolják az altai ami ugye szintén az ujgur birodalomnak hát ezen a nyugatabbi régiójában van. Ott meggyilkolják, és a felesége, a fia, néhány lovas kísérletében ellovagol nyugatra a naplementébe, és eltűnik. Az ottani film így ér véget. Az ottani film így ér véget, és valójában nagyon vicces, hogy amilyen meg hát úgy kezdődik, hogy, hogy felbukkan Ámos, akinek az apja ügyek, de az ügyek nincsen benne semmilyen sztoriban. Tehát az annyit tudunk, hogy jó házasodott valahol Szkítiában, valahol Sztyápén, és egyszer csak előkerül Ámos, és akkor ő a ő az alkalmas fejedelem. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon jó pofa. Egybeesés tulajdonképpen mondom még egyszer, nem, 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 mondom, hogy ezt én feltétlenül össze akarnám kötni, de a jelenség maga, hogy, hogy mondjuk ámos születését az be lehet lőni a krónikák alapján, sőt, talán meg is van mondva, hogy 819-ben született, ami tökéletesen egybevágna az ügyeknek az élet, vagy az ügyének, tehát az utolsó kagának az élettörténetével. Tehát, hogy, hogy ez egy kísérteties egybeesés, de nyilván, hát amíg nincsenek stabil forrásaink, addig nem mondhatunk semmit, tehát nem mondhatunk semmit, de, de az, hogy az újgur szétes, és után egy csomó állam jön létre, az meg biztos. És valójában ebbe az állam képződési vagy állam alakulási sorba igazság szerint a magyar is beilleszthető, és legalábbis vizsgálható lenne együtt ez a csoport, hogy mennyiben függnek ezek össze, mennyire hasonlítanak, mennyire nem hasonlítanak. Hát ez még nem történt meg. Tehát annyit mondhatunk, hogy elképzelhető, hogy ült ott a hétvezér, a vérszerződés után, előtt, most nem tudom, és kitalálták, hogy nekik pedig kell ez a know-how, és ugyanúgy, ahogy a tatárok meghívták a Litvániában lévő, a Litván udvarban lévő herceget, éppen szabadon volt egy olyan fejedelmi család, aki tudta, hogy hogy kell államot csinálni. Igen, ez egy létező forgatókönyv. Még csak az sem kell, hogy, a, hogy az új uralkodói családból származzon. Bőven elég, hogy az új gur arisztokráciából, hogy ez egy hatalmas birodalom, itt egy tartományi kormányzó is gond nélkül összerak egy országot, mert megvan, megvan hozzá a tudása. És egyébként egy rakás ilyen történet van. erről egyszer írtam egy tanulmányt. Ez a kóborló királyfi esete. Tehát ugye a népmeséink is tele vannak ezzel, hogy a, a királyfi vagy a királylány beszól az apjának, az kihajítja, és akkor ő elmegy, koldus lesz, meg szolga lesz, meg minden lesz, és akkor onnan felvereksi magát, és ugye megvan a know-how, és akkor elkerül a szomszéd király szolgálatába, aki aztán fiával, lányával fogadja hozzá, hogy a fiát, lányát, akárkiét, és akkor ő lesz a következő uralkodó. De tulajdonképpen ez egy korabeli tudástranszfernek a ez egy leírása. ez egy tudástranszfernek, igen, voltak éppen a leírás, de az a jó pofa, hogy a, lemegyünk a nullában, odáig, hogy semmi nincs, csak a tudás van, és semmilyen infrastruktúra nincsen, semmilyen hatalom nincsen, semmilyen vagyon nincs semmi, és onnan mászunk vissza a hatalom tetejére. És az a jobb a ebben, hogy hát csak a magyar népességben lenne, az az a, nem lennénk ki a vízből, de az a helyzet, hogy egy csomó ilyen történetet leírnak a különböző nomád népek korai történetében, már egyébként már a tizedik században is vannak ilyen történetleírások, speciál pont az egyik ilyen kvázi új gurútódállamnak a, a az alakulásának ugyanez a története. Egy elmenekült öcs aki megpróbálja átvenni a bátyjától a hatalmat, de bukja a dolgot, tudja, hogy hát ebből ő jól nem jöhet ki egy határ után, úgyhogy ő egy szál lovon, egy szál lányjal, a szeretőjével ellovagol a pusztába. Ennyi történik tetten. És akkor szépen le van írva a történet, hogy hogy építi fel az országot, egyébként neki is hét törzse lesz. Gyönyörűen le van írva, hogy ezek a törzsek egyébként hogy jönnek létre, mert hogy azok sem etnikai alapúak, hanem, hanem már ott a törzsek megszervezése és politikai alapú, és hát ez egy, ez egy századi történet, kilenc tizedik századi történet, tehát hogy, hogy a know hogyan megy, azt jelpén, és hogy az, az gyakorlatilag egyetlen emberen is múlhat, azt már akkor így mesélik. Hiszen ugye maga a, a, az alapanyag van, rengeteg ott kavargó törzs, akik arra várnak, hogy megszervezzék őket, most kicsit túlzok nyilván, vagy, vagy szeretnék Hát vagy szeretnék, vagy nem, tehát ez nem biztos, hogy annyira mindig önként van. De igazándiból ez, ez egy kicsit lavina. Tehát ahol nincs államszerveződés, ott valaki már egy kicsit nagyobb struktúrát létre tud hozni, az már annyira sikeresebb lesz, mint a többi, és akkor azonnal elkezdenek vagy csatlakozni hozzá, vagy ő meghódítja őket. Tehát, hogy, hogy onnan ez már tud működni, az biztos teljesen egyértelmű, hogy a magyarságnál ez a know ez ez megvan. Ez teljesen egyértelműen bezuhan. Ezt több dolog bizonyítja. Egyrészt az, hogy létrehoznak egy olyan államot, ami nagyon virulens, nagyon aktívan elkezd beavatkozni a szomszédainak az életébe. Aztán kibírja azt, hogy a besenyők megtámadják hátulról és megstuccolják. Még az közről beszélünk, még igen. nem értünk a Kárpát-medencébe. Tehát egy, egy már kibír egy kataklizmát, aztán kibírja azt, hogy át kell költözni a kárpát medencén és el kell foglalni egy országot, ami egyébként különböző létező struktúrákkal bír, tehát nem egy üres területre megyünk be ezt kibírja, még azt is megbírja szervezni, és ezek után még, még 400 évig néven lelkesen uralkodik. Tehát ezek nagyon tudtak valamit, ez az egyik. És hogy mennyire gyorsan megy ez a tudás, mennyi, mennyire kapásból nyilvánvaló ez mindenkinek kívülről is, hogy megtörténik, amikor a bizánciak arról írnak, hogy hát hogy is van ez a Sztyeppe régió, akkor azt mondják, hogy hát ezek a Sztyeppei népek, ezek ilyen, hát így törzsenként szoktak lenni, ilyen, ilyen nagyon bonyolult, nagyon alacsony szintű szerveződési forma, nagyon szanaszét vannak tulajdonképpen. Kettő darab társaság van, aki ebből kilóg, aki tisztességesen összebírta magát rakni, és normális országokból csinálna, a bolgárok meg a magyarok. Tehát ez már a 10. században látszik, már a tizedikben is, teljesen világosan, hogy itt valami meg lett szervezve. Hogy ez van. Hogy ez nem egy ez nem egy ilyen, ilyen, pillanatnyi alacsony szintű dolog, hogy ez most akkor jó, akkor egy pár évig van valami, hanem hogy a kívülállók azt látják, hogy na ez egy komoly társaság. És az bizonyos, hogy létezik egy ilyen besenyő nyomás, ami, ami elindítja ezt, hogy a kármedencébe át kell menni, és ha van, akkor gondolom ez is összefüggésbe lehet az újgúr kataklizmával, hiszen ott nagyon meglökték a rendszert, össze-vissza elkezdenek mozogni, gondolom ott a sztyeppei népek ennek következtében. Hát nem nagyon látjuk a besenyő vándorlás mikéntjét. Ugye, amit tudunk, hogy a besenyőket az oguzok tolják, az oguzok azok pedig az új gurgulalomból jönnek ki fele. Tehát ennyiben igen, mindenképpen, csak nem nagyon látszik az időrendje a dolognak, tehát hogy mi mikor történik. Az, hogy az etel közből a kárpát alul átköltözés mögött az újgorok vannak, az azt gondolom, hogy, hogy, egy reális dolog. Ugye a magyar hagyomány, az hát ez egy győztes hagyomány, az a, azt mondja, hogy szó sincs semmiféle, tehát ott, ott, ott a sincsenek. Ott arról van szó, hogy jövünk és elfoglaljuk kárpát a kárpát medencében az milyen jó. Azért ez úgy szokott történni, hogy, hogy egy nomád nép az, az nem költözik odébb, ha nem kell. Gondoljuk bele, a, a nomád életforma, ami persze egy vándorló életforma, de az is kötődik a földhöz. Csak sokkal nagyobb földhöz kötődik, mint egy földműves. Gondoljunk bele, több tízezer állatot kell terelni. Hát ott az egy stratégiai tudás, hogy hova kell terelnem itatni. Ennyi állat iszonyatosan sokat iszik, és ha nem iszik, megdöglik. Vagy hol vannak azok a nagyon völgyek, ahol át lehet jól telelni velük. Hogy nagyon kell ismerni egy nomádnak a területét, azt nem hagyja föl szívesen. Hogyha egy új területet keres, akkor az eleve a kockázat, ha megtalál, akkor azt meg újra fel kell mérni, meg kell ismerni, tehát irgalmatlan sok melót bele kell tenni, hogy működjön a rendszer. Tehát senki nem megy el magától, hanem kell elmenni. Azért mennek, mert meg kell. És, és, hát a besenyő sztori, az, az tök világos, az teljesen világos, kicsit félre van értve a magyar szakirodalomban szerintem, de valójában a források teljesen egyértelműen elmesélik, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy a magyarok beavatkoznak a bolgár bizánci konfliktusba bizánci oldalon, mire a bolgárok maguk mellé állítják a besenyőket, akik ugye valahol élnek, és felbérelik őket, hogy ugyan már vezessenek magyar területre gyakorlatilag egy kalandozó hadjáratot. Ez pont ugyanolyan, mint amikor a magyar kalandozók majd Nyugat-Európába járnak. Tehát nagy hatalom, politikai konfliktusba keveredett, és el egy potens társaságot arra, hogy az ellenfelet egy kicsit szorongassa meg. De ez nem egy besenyőköltözés. költözés. Tehát ez, ez, nem az, hogy a besenyők beköltöznek a magyar szállásterületre, mert a besenyőket éppen kergetné valaki. Éppen akkor nem kergeti senki. A besenyőket. Tehát ez egy fizetett akció volt. Akim... Ez egy rablóportja, igen. Ez egy fizetett, ez egy bűntet, vagy egy büntető hadjárat, inkább nevezzük így. Igen, persze. Arról szó, hogy a magyarok vegyék már észre magukat, hogy nem kéne beszólni a bolgároknak. Mert ahogy mondtad is, itt tetel közben nekünk megkészítésünk volt arra, hogy beleszóljunk a környező politikai Belebizony. történésekbe. Bele ez egy olyan akció volt, ahol hát visszanyalt a fagyi. Tulajdonképpen én abban nem kételkednék, hogy itt van egy kőkemény besenyő támadás. abban sem kételkednék, hogy ez mondjuk a magyar szállás terület keleti felét azt nagyon keményen letarolja. Tehát, hogy nagyon kemény veszteségek érik a magyarokat, ez nem kétséges. Ugyanakkor hát ilyen van, tehát azért az a szépai történelemben nem egy teljesen kirívó és egyedülálló eset, ebben azért nem feltétlenül roppan bele egy nép. Ugye egy ilyen szépai alakulatot marha nehéz megvédeni. Azt csak akkor lehet megvédeni, hogyha, hogyha megfelelő rendszerek ezt, ezt biztosítják. Na most, hogyha a magyarok úgy érezték, hogy hát most itt vannak a hátunkban a besenyők, és hát lehet, hogy bármikor a nyakunkra lépnek, hogyha arról van szó, akkor ezt igen-igen potenciális fenyegetésként érezhették. Nem a támadás előtt, hanem a támadás után hogy, hogy ezek, ezek, lehet, hogy jövőre is jönnek, vagy két év múlva is jönnek, vagy öt év múlva jönnek, és ezt a nomádok nem nagyon szokták szeretni. És van egy stratégia, egy nomád stratégia erre, az meg úgy néz ki, hogy ugye van a gyepű. A gyepű az egy nagyon széles terület, több napi járóföld, és az arra való, hogy az ellenségnek hosszú időbe teljen átjönni rajta. És ott nyilván a gyepünk kim vannak ebben a gyepű régióban, kim vannak a figyelők, és ha látják, hogy jön az ellenség, akkor lehessen szólni, hogy mindenki fusson, mert lát, mert jönnek. De ha úgy érzik, hogy az ellenfél az, az túlságosan erős, és nem lehet megoldani ezt a dolgot, akkor a nomád stratégia az, hogy akkor rendben veszük a kalapot, költözünk. Ez nem egy támadás utáni menekülés, hanem egy preventív dolog. Ez a veszteség megelőzése. Tehát a gyepő az egy ilyen pufferzóna, és mondhatnám azt, hogy stratégilag nem volt elég széles ez a pufferzóna a besenyők és a magyarok között, így egy kicsit arrébb mentek, hogy ez legyen. Igen igen, tulajdonképpen ezt, ezt, fel lehet így fogni, vagy hát egyszerűen azt érezték, hogy a besenyők erősebbek annál, mint hogy ez a, ez a, gyepű régió fel tudná őket tartani, vagy, vagy amennyire feltartja őket, az elég legyen ahhoz, hogy megszerveződjön a védelem, vagy valami történjék. A bizánci hagyomány teljesen világosan ezt mondja, hogy a magyarok visszamenteket el közbe, már ugye elvileg akkor a magyar seregek máshol harcolnak, amikor a besenyő támadás bekövetkezik. Magyar seregek visszamennek, látják a pusztulást, és a vezérek összedugják a fejüket, hogy most mit kéne csinálni. Egyébként most ki, kit bérelt fel, csak hogy rendbe tegyük? A, a bolgárok a besenyőket. A bolgárok a besenyőket, a bizánciak meg a magyarokat, hogy a bolgárok Igen. ellen menjenek? hát, tehát tehát először, a, először a bizánciak a magyarokat, akkor a magyarok rámásznak a bolgárokra, jól meg is verik őket, aztán lehet, hogy a bolgárok is megverik a magyarokat. Ez egy kérdés, hogy pontosan hogy is történt. De azért biztos, és ami biztos még a bolgárok felbőjelék a besenyőket, hogy elvegyék a magyarok kedvét a további uh -huh. ötletektől. Na, és akkor, tehát a, a, a történet talán úgy rekonstruálható, hogy igen, a magyar vezérek elgondolkodnak, hogy most ez a mi a teendő, mit is kéne csinálni. És, és akkor azt gondolják, hogy ez a megoldás, hogy akkor költözünk egyet. Ezt annál is inkább gondolhatták, mert a kárpát medencébe akkor már régeségbe jártak, szintén kalandozó hadjáratok keretében, tehát pontosan tudták, hogy mi várja őket a kárpát medencében milyen lehetőségek vannak ott, mi az, ahol ők be tudnak menni, hogy valójában van annyi hely, hogy ők oda most simán be tudnak menni, valahogy el tudnak helyezkedni. És akkor elmennek. De a besenyők nem jönnek utánuk. Tehát ott, ott úgy néz ki, hogy ez Cseppe régió, egy akár 20-30 évig is, csak lakatlan. A besenyők majd később fognak beköltözni erre a területre, tehát ez, ez a besenyő támadás nem egy szállásszerző támadás, hanem, egy, hanem egyszerűen egy büntető hadjárat. Hát ők jól érzik magukat ott, ahol vannak hát, egyelőre. Igen, ők jól el vannak, aztán kiterjesztik a, a felségterületeket még erre a területre is, meg a régit is megtartják. Természetesen. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy tulajdonképpen egy előre menekülés bizonyos szempontból a magyarok szempontjából. Én azt javaslom, hogy most itt álljunk meg egy pillanatra, és mielőtt belépnünk az előre menekülő magyarokkal a Kárpát-medencébe, tegyünk egy kitérőt a te személyes ős történetedre. Ha jól olvastam, te francia szakon kezdtél. Igen. Hogy ez hogy jön, Hogy jutottál el tulajdonképpen az jeppei népekig onnan? Hát ez egy régi dolog. Nekem ez a sztyepei világ ez mindig nagyon közel állt. Én rengeteget hát kézműveskedtem. Még 80-as években bejártunk a szovjet kultúraházába, mert ott filére kell meg lehetett venni a közép népeknek a különböző művészeti népművészeti albumait, amiket gyűjtögettünk rendszeresen meg én már akkor nem ezeltem, meg mindenféle ilyesmit csináltam, tehát nekem a szememben nagyon benne volt ez a művészet, és, és én mindig azt éreztem, hogy a, hogy a, a magyar díszítőművészet, művészet, a, annak a gondolkodásmódja, a színei, a formavilága, az ehhez áll közel. Úgyhogy nekem ez így, így teljesen adva volt, hogy ez a nomád, meg, meg, ez a nomádvilág, ez nekem mindig valahogy nagyon... Tehát ez egy ilyen régi becsípődés volt már tizenévesen? Hogy, hogy... Én már nagyon korán szerintem, tehát szerintem már nem is tizenévesen. Tehát... És nyilván ebben mondjuk benne van a komjátinak a mondák könyve, ami egy zseniális dolog, de hát valahogy a gyerek elkezdi ezeket az ügyeket. És én abszolút azt gondoltam, hogy, hogy a magyarságnak ez az kapcsolat kapcsolatrendszere, ez sokkal meghatározó, mint a finnugor kapcsolatrendszer. És nyilván fogalmam se volt arról, hogy a, mondjuk a kultúra meg a nyelv az mondjuk nem azonos utakon jár feltétlenül. És Nekem simán benne volt a pakliban, hogy a finnugorokonság az úgy, hogy van hülyeség, gimnazistaként. Aztán elmentem az egyetemre, a francia szak az egy, az egy, véletlen volt, egy kényszer volt tulajdonképpen, és nagyon gyorsan át is mentem a törökre, egyébként oda is véletlenül mentem. Tehát ez nem egy tudatos döntés volt, hogy én most az őstörténet miatt addig kalapálok, amíg a török szakra nem kerülök. Az az őstörténet miatt mentem a törökre, de, de valójában egy, egy ötlet volt, hogy mégiscsak belevágok egy ilyen dologba. Tulajdonképpen a, a török nyelvekkel való nagyon intenzív foglalkozás mutatta meg azt, hogy ja, hát a magyar nyelv nagyon nem török nyelv. Nagyon sok minden hasonlít a szerkezetében, de hogy hát ez egy iszonyúan nem török nyelv. Tehát azt, hogy mi a, esetleg a török a, csoportként érkezünk ide, és török, törökök az őseink, vagy török nyelvűek az őseink, ezt, ezt te, mint a török nyelv ismerője, egy kizárnád ez alapján. Persze, tehát, hogy a magyar nyelv nem a török nyelv családba tartozik, igen. Az a, Mert ö, ö, ilyen, ilyen a finugor elméletes szemben ilyen elméletek is elkezdtek megerősödni, hogy a törökhöz van valami közé. De nem, az a helyzet, hogy a magyar nyelv nagyon nem tartozik be a török nyelvek közé, másfelől viszont a finugor nyelvek közé meg igen ezt kihozta. Én nem vagyok nyelvész, és nem is szeretek nagyon nyelvészettel foglalkozni, mert nincs igazándiból érzékem hozzá, de az a rengeteg nyelvészet, amit hallgattam, tarak nyelvészet, az pontosan az dobta ki, hogy akárhogy erőlködnék, nem, nem tudnám beleszuszakolni a magyar nyelvet a török nyelvek rendszerébe. Úgyhogy ez, ez ilyen formán, ez így, ez így ott világossá vált. Tehát te a franciáról átnyergeltél a török szakra, Én. ezek szerint. És a történelmi érdeklődés, tehát az, ami elvezetett odáig, hogy te most már, mint történész kutatsz, ez ott a török szakon alakult akkor ki. Nem, nem. Az, hogy, én, hogy nekem történelem lesz valahogy az életpályám, azt szerintem már ilyen néhány éves korom óta az úgy Szóval én mindig is erre ugrottam egészen kicsi koromtól. Én, bármeddig el tudtam ülni bármilyen váromban, és én oda mindent oda beleképzeltem, és aztán utána a legóból megépítettem, meg mindenből, ezt már nagyon gyorsan elkezdtem csinálni. kert végében nyilasztál. Természetszerű, és hát a nagyapám az, az asztalos volt, úgyhogy nekem jó ilyen volt, és jó nyilaim voltak, úgy azért jobb nyilazni. Én, én, a TS-től loptam mindig az üvegszállás botokat, tehát én ipari készítettem gyerekkoromban, de ezek szerintem már akkor is visszacsapó ígyban gondolkoztam? gondolkoztam volna abban, csináltam is egyet ilyen 11-12 évesen, hogy az majd jó lesz. A formája meg is volt, aztán aztán két lövés után össze is törött, mert hát nyilván, amikor mondtam anyáméknak, hogy most akkor szarvosin kéne, akkor nagyon furán néztek rám, hogy azt vajon honnan. Persze, biztos beszerezhető lett volna, hogy elmegyünk valami erdészethez, vagy valami, de hát ez úgy nem jutott senkinek eszébe akkoriban hogy ezt látna. Úgyhogy ezt így 40 évet kellett várni, hogy eljussak idáig, vagy ez meglegyen. De, de igen, teljesen ott volt az agyamban, hogy reflexi, de hát reflexi akkor nem is volt, de azért elég jó, jó fajjaim voltak. Egyébként ilyen természetközeli helyen nőttél fel, hogy ez a nomád kultúra, ez valamiképpen téged igen, megfogott? Igen. Ez egy fura dolog, nekem a ló az valahogy benne volt az agyamban mindig, de én nem lovagoltam sose már hogy akkoriban. Tehát, hogy ez egy, valamiért az is ilyen teljesen lehetetlennek tűnt, hogy az ember eljárjon lovagolni. És... Mert városi gyerek vagy egyébként? Budapesten születtem és nőttem föl, de egyébként az identitásom az meg Dunakanyar, mert ez meg a, az a nagyszüleim lakóhelye volt, és mi mindig oda jártunk, tehát minden hétvégén ott voltunk. Egy hónapos koromtól kezdve ez gyakorlatilag így volt, és ez a legmaradandó pont az életemben máig is. Tehát az egy abszolút. És az, az egy nagyon világvége. Tehát az nem a falu, ahol mi voltunk, hanem az tényleg kis ház, ahol az ember tüzet rak a víz a kútból van, fürödni jobb esetben a lavorban, stb. 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 Tehát azért az ilyen szempontból hogy elég archaikus létezési forma volt. Tehát igen, de, de lót se volt. Ennél is. Erősebb szerintem az, hogy mi nagyon sokat túráztunk. A szüleim identitásában a hegy volt benne mindig is. Ez a lakáskörülményektől kezdve minden miatt alakult így, és hát ilyen, ilyen irgalmatlan számokat túráztunk. Tehát ilyen... Ja, hogy ők ki akartak szabadulni? A... Hát nem volt hol a lakni, lakni. Uh -huh. nem volt hol lakni konkrétan, és akkor a, a turistaház az már teljesen személyes térnek számított. A komfortos számít. zóna, nem? Hát igen, bizonyos szempontból persze. De hát ilyen 30-47 végéket túráztunk évente. Azt meg lehet kérdezni akkor, mert így, így nagyon fura, hogy hogy jöttek össze ezek a zavaros viszonyok a lakástéren? Hát ez egy roppant egyszerű dolog. Hát a nagyszüleim egy lakásban éltek, a három lányukkal, három szobában, és akkor egyszer csak mi beköltöztünk az egyikbe. Aztán a nagynéném mégnél is született egy csemete ők laktak a másik szobában. Hát ez elég sűrű lett egy idő után, tehát hogy azért az, sőt, az első pillanatok ez a nagyon sűrű volt, és akkor hát ebből a kitörés az az volt, hogy mentünk. Aztán egy idő után ezért csak sikerült elköltözni, de. Uh, Hányan voltatok testvérek ti egyébként? Mi ketten, az öcsém az már az új helyen született, de hát azért amikor 70 négyzetméteren lakik, talán én három és fél család, azért az elég sok. Úgyhogy ők mentek mindig, és akkor én is mentem mindig, és én nagyon is hozzászoktam egyhez. Nekem, nekem, most is a, a, hegy az egy ilyen nagyon otthonos világ, valójában ott érzem a legjobban magam. Máig is, hogyha bármi van, akkor ki kell menni, csak most kevesebbet érek rá. De, de hogy az például nagyon sok mindenre megtanított, és nagyon sok mindent megértettem belőle abból, ami egyébként egy teljesen más közegben, de a nomád világban is működik. Tehát ilyen dolgok, hogy ha elindultál, akkor végig kell menni, mert senki nem fog szedni onnan téged. Tehát azt akkor meg kell csinálni, meg lehet fagyni, meg rommá lehet ázni, meg minden baj lehet az embernek, akkor is végig kell csinálni, tehát nincs olyan, nem csinálod végig. Vagy hogy ha elmész sok napra, akkor viszed a cuccodat, és ha rosszul pakoltál össze, akkor valamit hiányozni fog. Ha másképp pakoltál össze rosszul, akkor bele pusztulsz abba, hogy cipeled a fölösleges cuccadat, ennek semmi értelme nem volt. Tehát nagyon praktikusnak kell lenni, nagyon jó felszerelésednek kell lenni, csak annak kell meglenni. Hogy bizony bizony a vagyon az nem ad. Tehát ugye a, a vagyont, hogy a, az érték az nem az, ami drága, hanem az, ami jó, meg az érték az, amit van és kell. Amit van és semmire nem kell, az nem érték. Az teher. Tehát, hogy ezeket az ember nagyon-nagyon jól meg tudja tanulni. Meg azt, hogy, hogy pont erőfeszítést kell tenni egyetlenül. Tehát az, az ember megy, akkor az erőfeszítés. Úgyhogy ez engem nagyon sok mindenre megtanított a, a hegy. Úgyhogy azért én nagyon-nagyon hálás vagyok, és hát az egy nomád dolog, tehát ez az ember elmegy sátrozni, az, az ugyanúgy nomád, csak, csak más kép, más, más körülmények között, de, de egy csomó hasonlóság van egyébként. És ha jól tudom, ez az életrajzodban szerepel, aztán a ló is bejött. Bejött a ló, igen, igen, az nagyon sokára jött be. Én azt vagy úgy fogalmaztam meg, hogy így belevágtam, az őstörténetben, ugye én mindig is az őstörténetet akartam, én ugye azért alapvetően történetszokos voltam, tehát a francia és meg a török is a történet mellett volt, csak nem nagyon jól lehetett csinálni, tehát a mi időnkben az egyetemen nem voltak őstörténeti órákik, az a, a, a törökön is olyan furcsán volt, tehát egy klasszik magyar őstörténet az nem volt, más volt ami jó jött persze, és aztán, aztán így hát én alapvetően az oszmonisztikával foglalkoztam, Sokat irodalomtörténettel, politika történettel, történeti dolgokkal, még mindig teljesen világosan látszik most már, hogy én a, a klasszikus eseménytörténet történelem irányát, tehát a, a, a magtörténelemhez az mindig a művelődés történeten keresztül jutok el. Egyébként az a honfogással is így volt, ez a magyar őstörténettel is így volt, az oszmanisztikával is így volt. De mindig gyűltek ezek az őstörténeti anyagok, ezeket aztán elkezdtem megírni csak ezek olyan dolgok, amiket egy normális történész nem vesz észre, tehát mindig a fejemhez vágják, hogy én soha nem is írtam semmit, nem a fenét nem írtam, csak nem, veszik észre, mert mondjuk a zene történetként van. Na mert erre akartam még kitérni, hogy nem elég, hogy bejött az életedben a, ló viszonylag késő, sőt, ahogy olvastam, nem akárhogy, mert rögtön lovas Igen, jó, ezt, ezt várjuk el gyorsan ellenborni. Szóval én azt gondolom, hogy igazán ez annak az ajándéka, hogy belevágtam végül is így <laughs> egyszer csak az őstörténetben, mert ez teljesen összefüggött a, 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 az őstörténeti kutatásokkal, előadásokkal, egyebekkel. Egyébként a kislányom csinálta meg, tehát ő többet hisztizett, mint én gyerekkoromban, hogy ő feltétlenül dolgozni akar, amíg aztán el nem vittem egy barátomhoz, aki egyébként szintén erősen érintett az őstörténetben és akinek egyébként a lovasíjászat is ott van, tehát hogy a leánygyermekem elvitt oda, hova el kellett vinnie, úgyhogy nekem ez így meglett, és ez egy roppant jó dolog, tehát nagyon örülök neki. És az azt jelenti, hogy pár éve aktívan kijársz és célba lősz lóhátról Ia? Hát ez egy furcsa dolog azért, ugye az íj az, az sokkal inkább megvolt az életemet. mert ez az sokszor bukkant föl hosszabb, rövidebb időkre, meg az, az inkább folyamatos, Hát a lovaglással meg az volt, hogy az ember elkezd lovagolni, akkor már úgy valamennyire tud egy kicsit, akkor elkezd lőni, viszonyatosan jó érzés, ugye, nem, is, nem is tudom semmilyen se hasonlítani a, a lóról való lövésnek az érzését és élményét, de aztán egy idő után azért kiderül, hogy jó-jó, de most azért nem tudok jól lőni, mert nem tudok normálisan lovagolni, úgyhogy akkor vissza csak a lóhoz és akkor azt csinálgattam, és hát most sajnos az utóbbi egy évben meg mindenféle ilyen, ilyen, fizikai bajok miatt nem, nem tudtam most lóra ülni, meg a, most a munkák miatt nem tudok, de hát nagyon várom el, hogy mikor tudom összekalapálni. De meg. mi a jó érzés benne? Ezt ahogy tudnád megfogalmazni? Szabadságot de vagy nem akarom a szádba adni, inkább te fogalmaztak, hogy mitől jó lóhátról nyilazni? Nem tudom. Valahogy egy nagyon speciális érzés, egy, egy ilyen Nekem a lovaglásban már eleve nagy csoda az, hogy egy ilyen hatalmas állat, mint egy ló, ami tízszer nagyobb, mint én mondjuk, hogy nyolcszor. Az eltűri, hogy én a hátán vagyok, és még visz is. És még kb. arra is, amerre én szeretném. Szóval, hogy ez nekem mindig egy ilyen, ilyen döbbenet. Tehát, hogy én, én nem is tudom úgy megregulázni a lovat, ahogy kéne, mert én teljesen tisztában vagyok az erőviszonyokkal minden pillanatban. Túlságosan csodálod az állatot. A... Igen, 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 Én nagyon kedvelem őket, tehát, hogy ez, ez, ez hihetetlen jó dolog lovagolni. És ugyanakkor azért az, hogy ugye egy ekkora élőlényel kontaktusban van az ember. Tehát, hogy, hogy, vannak nekünk állataink, de hát ebből a legnagyobb a macska. És hát a macskákkal én nem vagyok jóban mondjuk. De hát mindenféle állataink voltak otthon. De mm. uh, azok picikék, tehát akárhogy nézem, azok kicsik. Hát a ló meg nagy. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen nagyon egyszerű dolgok, hogyha az ember télen lovagol, akkor fele annyira se fázik, mert hiszen a ló gőzöl fölfele. És meleg. Tehát, hogy <laughs> Ezek ilyen nagyon egyszerű és triviális dolgok, csak ezt, amíg az ember nem lovagol, addig nem jut eszébe például. De hogy, hogy egy ekkora élőlényel kapcsolatban lenni, az számomra egy csodálatos élmény. Itt, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy nyilván könnyen elképzelhető, hogy hogy határt egy egész kultúrát ez a persze. Kapcsolat. Persze, persze, rettenetesen áthat. az, ugye a lóra rá vagyok utalva, amikor rajta vagyok. Tehát, hogy a ló hülyeséget csinál, akkor én belehalhatok. Neki semmi baja nem lesz, én meg ott a fogamat gond nélkül. Ha a ló rossz indulatú, akkor ez direkt csinálja, tehát hogy simán lehet. Ha, ha, nem találjuk meg a hangot, akkor, akkor nem fog működni semmi. Tehát itt, itt, egy nagyon komoly együttműködésről van szó, ami, ami, egy tök izgalmas dolog szerintem. Már csak azért is, mert ugye ez nem egy verbális dolog, ami az ember-ember kapcsolatban van, hanem egy ilyen teljesen más síkon zajló kapcsolódás, ami nekem roppant érdekes. És hát azt hiszem, hogy talán az íjászatot úgy lehetne megfogni, hogy abban meg az a gyönyörű, hogy ha az ember lovagol, akkor arra koncentrál, hogy lovagol. De amikor lő, akkor óhatatlanul arra koncentrál, hogy lő. A ló meg megy. Én meg valahogy rajta vagyok a van. Valójában akkor például megvalósul egy olyan kapcsolat köztem és a ló között, amit az nélkül nem tudok megcsinálni, mert akkor túlságosan odafigyelek a lóra. Így meg teljesen spontán fog menni a dolog. Ez nyilván azért van, mert nem lovaglok jól. De, de nekem ez hozza meg ezt az élményt, és például ezt én nagyon-nagyon szeretem. És egyébként van abban, tehát, hogy, hogy már abban van nekem valamilyen ilyen, nem, nem, tudom, ez egy nagyon furcsa dolog, ilyen előtűnés, vagy nem tudom, hogy fölülök a, a, lóra a két tegezzel az oldalamon, ahogy már a tülök, zörögnek a nyilak, meg minden, az már egy ilyen nagyon kerek érzés. Az, az, nem olyan, mintha nem lenne rajtam tegez. Lehet, hogy ez valami belém gyógyult romantika, foggalmas, nincs, hogy micsoda, de, de érzelmileg érint meg, nem agyilag. Minden esetre itt most nem csak arról van szó, hogy te most itt őstörténetet kutató történész vagy, nem csak arról van szó, hogy török ügyekben, a török nyelvek kérdésében hát elég kompetens. Nem csak arról, hogy lovasi jászkodsz, hanem arról is, hogy van még egy nagy terület az életednek, ez pedig a zene. Ez hogy jött be? Az egy elég érdekes történet volt nekem, a nagyanyám az opera énekes akart lenni, de nem lett az a háború miatt. És én nem is nagyon hallottam énekelni soha de valahogy a családban ez benne volt. Senki nem is énekelt a családban, szóval semmilyen zenei tevékenység nem zajlott a lakásfalaim belül. Nagyon minőségi zenéket hallgattunk. Tehát apám iszonyatosan válogatott abba, hogy milyen zenét hallgatunk. Mondjuk én félig pendereckin nőttem föl, de nem sokan csinálták, azt hiszem, meg ilyenek. Meg népzenién. tehát az első perctől kezdve a, a, magyar és a nem magyar népzenék azok ott voltak. Természetszerűleg, és teljesen váratlanul költözött be nagyon későn az életemben a zene. Én voltam az, akinek az iskolában azt mondták, hogy jó, tanult meg a zeneszerző életrajzát, de ne próbálj énekelni. Tehát, hogy ez mondjuk egy rossz szindítás volt. Egy, nem kifejezetten a kódály módszer. Tükködik. Nem, 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 annak nyoma sem volt. Éppen egy táborban volt, amin kézműveskedtem sokat, egy kézműves táborban mentem el, még zánkán voltak ilyen óriási kézműves táborok, azok nem úttörő táborok voltak, hanem kimondottan kézműves táborok, és ez egy honfoglaló tábor volt éppen, amiben voltam, 84 négy öt körül. Éppen jurtát építettetek, vagy íjat készítettetek? Jurtát építettünk. Magyarországon szerintem ott rakták össze az utóbbi időben az első jurtát. Fogalma nem volt senkinek, hogy hogy kell jurtát építeni. Cinege Lajos elvtárs, aki a hadügyminiszter volt, egy mongol kartással berugott, és azt mondta, hogy szép ez a jurta, és Ferihegyen a repülőgyomrában találta a júrtát, összecsomagolták. De a mongolok elcsomagolták neki. Elcsomagolták neki, és ezt ő meg nem tudván mit kezdeni vele, oda az ánkának, zánka se mit kezdeni, és amikor jött az a tábor, akkor oda hogy tessék, kezdjetek vele valamit, most végül is ezért vagytok itt. Na és akkor én úgy gondoltam, hogy akkor én most így nagyon fel fogok készülni ebből az egész honfoglásból, tehát ott mindenki vart magának ruhát, meg fegyver, meg így, meg minden volt. És valami nekem bekattant, hogy Na de hát az énekmondás. Tehát, hogy ez, ez nagyon hozzá tartozik, a szóbeliség és a zene meg az ének. úgy semmi közöm nem volt az egészhez. És elkezdtem nézegetni mindenféle régi ábrázolásokat. Azt láttam, hogy a László 50 rajzában teljesen használhatatlan hangszer van, ez nem jó. Korai miniatúrákat, rajzokat, akármiket nézegettem, és ezt csak fogtam magam, és megfaragtam egy hangszert. Mivel, hogy hát ugye nagyapám asztalos dolgaiból az elég sok átszármazott rám, ez nem okozott komolyabb lelki válságot, hogy én egy hangszert megcsináljak, de úgy, hogy én nem tudtam, hogy hogy működik egy hangszer, ez egy pengetős hangszer volt. foggal nem volt, hogy mondjuk a hangok attól változnak, hogy lefogom a húrokat, szóval, hogy teljesen nulla voltam ilyen szempontból. De jól megnéztem, és, és a tárgyat, mint olyat, azt elő tudtam állítani, és aztán oda állítottam a kézműves tanáromhoz, hogy hát ezt csináltam, hogy hoznám a honfoglaló táborba. Tulajdonképpen néha, mintha még hang is jön neki be, de tök jó lenne, ha ezzel valami értelmesebb lehetne kezdeni, és akkor ő mondott valamit, hogy ki ezt kell elmennem. És ez Kobzos Kis Tamás volt, aki az Óbudai Népzenéskolában tanított, régi zenét, ami ugye hát hozzám eleve roppant közel állt, meg ugye régi zenét is hallgattunk alapvetően otthon, tehát ez nekem így megvolt. A Tamást is tudtam, hogy kicsoda persze. És akkor én beállítottam hozzá, aki aki azonnal nagyon nagy szeretettel fogadott, azonnal elkezdett segíteni, mondta, hogy mit, hogy javítsak, hogy ne javítsak, hogy mi csináljunk vele, mi legyen. És akkor tudom én két-három hónap után azt mondta, hogy na jó, jó, ez a hangszer, ez ennyit tud, de hát, ha már ennyit jársz ide, akkor nem akarsz -e lenni. És én hát annyira lelkes voltam, hogy nyilván kapásban azt mondtam, hogy de, miért ne? Aztán így hazállítottam egy kobozzal, és így mindenki nagyon csodálkozott, hogy ezt én komolyan gondoltam, hogy én itt én most fog. fogok. De onnantól én hónapokig gyakorlatilag lesetettem azt a hangszert. Tehát ott valami nagyon megint, megint összetalált. Szomszédok szóval örültek ennek. A koboz nem olyan hangos hangszert, tehát hogy azzal azért úgy ezt meg lehetett oldani. És akkor én belecsöppentem ebbe a világba, ugye a Tamásnál. Ez, ez szellemi értelemben is egy nagyon komoly világ volt. Tehát itt a, akár a népzene elmélet, akár a régi zene elmélet. Úgy láttam, hogy azért ez egy elég komoly szintre jutott az életedben. Tehát ez nem maradt meg egy ilyen kis hobbinak. Nem. Nem. Bennem maradtam, és valahogy mindig lettek feladatok, meg nyilván hát fejlődtem is, és aztán hát azért nekem lett a saját profilom ezzel a török dologgal, tehát én, én azért nagyon beleálltam a török népzenébe is, meg a török klasszikus zenébe is. Elég komoly hobbi lett belőle, néhány barátommal létrehoztunk egy olyan együttest, ami csak kimondottan török klasszikus zenét játszik, kimondottan egyébként az ilyen, ilyen misztikus, meditatív zenék irányába mentünk el, mindannyiunkban benne volt ez az indítatás, és nagyon szeretjük csinálni magunknak. Az nagyon rendben van, hogy én nem a színpadon töltöm az életemet, régen azért nagyon sokat, most már sokkal kevesebbet, de a zenének az öröme az, az továbbra is megvan, és az, az nagyon sokat segít. Egyébként a francia szakban nagyon benne volt, hogy én tudtam provanszálul énekelni már addigra, az meg a francia tanszéken volt tanulható. Tehát, hogy én azért úgy mentem, hogy ha már franciára megyek, akkor majd én ott provanszát fogok tanulni. Ami nagyon, tehát nagyon csodálkoztak rajta, hogy ezt én hogy gondoltam, de. Ez egyébként mint ez a nyelv tehetség, mert most itt már kezdem összeszámolni, hogy hány nyelvről van szó, de kezdem elveszteni a vonalat. Ez, ez egy családból jött? Én nagyon nehezen tanulok nyelvet, nekem nincsen tehetségem a nyelvek, ez, az egy kínlódás tényleg az egy vérizadás, amíg én egy nyelvet megtanulok, és nem is tudok jó nyelveken. Engem a, a, nyelv nem érdekel, rájöttem az a probléma, hogy azt tud jó nyelvet tanulni, akit érdekel a nyelv, de engem elképesztően nem érdekel a nyelv. Még azt sem érdekel, hogy emberekkel nyelveken beszélgessek, én használni akarom a nyelvet, vagy el akarom olvasni, amit el kell olvasni. És azt meg is tudom csinálni egy pár nyelven, nem olyan sokkal egyébként. Ezt egyik mert szám, francia, magyar, török, provanszál, ezek szerint... Hát a provanszál az elhullott az idők során. Nem az idők során. során jó. Ha jól emlékszem, egyszer. Hát orosz, nyilvánvalóan orosz. Oroszt, azt sokat tanultunk, az is nagyon megkapott, de érdekes mondom, most azért kiderül, hogy mennyit tanultunk mi abból, és hogy az milyen erejű dolog volt. Meg hát Perzsa. Perzsa. Az a török szak után jött be? Nem, az a török szakon jött be. A török szakon kellett arabul és perzsául tanulni mindenkinek. Hát az arab az nehéz, tehát azt, azt arról nagyon gyorsan eldőlt, hogy én ebben nem fogok ennyi energiát tenni, ami, amennyi érdemleges. A perzsa meg olyan volt, ami, hát ez egy gyönyörű nyelv. Az közel áll hozzám például, mert nagyon kicsi a nyelvtana, nagyon sok asszociáció kell egy asszociatív nyelv. És az nekem például könnyebben működik valahogy. De perzsául is csak olvasok inkább történészként vagyok erősebb, meg filológusként, hogy a filológus az, aki a szöveggel dolgozik. Ha ráakadok egy szövegre, akkor hajlamos vagyok annyi ideig csinálni, amíg az úgy valahogy rendben nem lesz. Tehát, hogy a nyelvi kompetenciát, vagy, vagy tehetséget azt inkább ilyen fajta valamiféle szorgalommal, vagy inkább ilyen addig nem engedem a csontot, amíg ki nem, vagy össze nem áll a dolog. Tehát tanulod, amíg meg nem érted azt a szöveget, amit meg akarsz érteni. Igen, igen, igen. Az a baj persze, tehát, hogy ez nem is a baj, tehát ez, jó, ez gyönyörű, hogy azért ezeknél a nyelveknél nem, nem is feltétlenül a nyelv, meg a nyelvtan az, ami a, a, döntő, hanem a kultúra. Tehát, hogy egy csomó esetben nem a nyelvet kell tudni, hanem a kultúrát kell tudni ahhoz, hogy a nyelvet megértsem, de az viszont nagyon izgat. Tehát, amikor elmond egy szót, vagy egy szókapcsolatot, vagy egy mondatot, akkor ő azzal, amit akar mondani. Nagyon mások a gondolati pályák, ahogy megfogalmaznak egy tartalmat. Ez, ez egy nagyon nehéz dolog ezt, ennek az átlépése számomra pláne. Viszont nagyon izgalmas, ami kibomlik ebből belőle az egyes népeknek a gondolkodás módjáról. Ez egy roppant izgalmas játék. Tudom, hogy ez óriási téma, és nem is szeretnék nagyon mélyen belemenni, csak a gondolkodásról jutott eszembe, és ez nagyon összefüggésbe lehet az őstörténetünkkel is, hogy, hogy ha ismered ezeket a nyelveket, a perzsát, a törököt, kisebb török népeknek a nyelvét, a magyart, a franciát, arról lehet valamit mondani, hogy, hogy mert itt ugye abból indultunk ki, hogy volt egy pillanat etel közben, amikor néppé váltunk, hogy ez az aktus, ez az országépítő aktus, ez a különféle kultúrákban ezt mindenki másképp csinálja? Ez a kultúrában másképp van bent a, a gondol... Próbálok rájönni erre, hogy milyen gondolkozást hozunk abból a pillanatból, amikor Etel közben azt mondja a hétvezér, hogy csináljuk meg, és álmos uh, meghívják a teória szerint, vagy, a, vagy az egyik lehetséges forgatókönyv szerint. Megválasztják. Az vagy megválasztás. Uh -huh. Nem tudom. Nem, nem, nem tudom. Én úgy érzem, hogy mondjuk én a mai törökökbe látok bele viszonylag jól, tehát ott voltam én sokat. De én úgy érzem, hogy a törökök azok annak a mentalitása az egy közösségi mentalitás. Tehát az egy nagyon hierarchikus és közösségi mentalitás. Tehát ők közösségben tudnak gondolkodni és közösségben képzelik el magukat. Abszolút értik azt, hogy most együtt csinálunk valamit, és akkor nem okoskodunk, hanem megcsináljuk. Tehát, hogy ezért tudnak ők birodalmakat építeni. Teljesen világos, hogy itt a az ő gondolkodásuk az erre megy vissza, hogy ez a nyelvvel mennyire függ össze, azt nem tudom. A török nyelv is egy nagyon gazdag nyelv, de nagyon építkezős nyelv. Tehát, hogy egyébként ilyen szempontból sokban hasonlít a magyarra. Szintén viszont ugyanakkor a magyarra meg az van, hogy a magyar meg magyar nagyon nem így gondolkodik. Tehát a magyar az, az a delejeig individuális. Hogy annyira nem úgy gondolkodunk, mint a törökök, hogy elképesztő. Szerintem, ha nekem ki kéne mondjuk Törökországba, akkor a legnehezebb ez lenne. Tehát nem az, hogy, hogy egy idegen nyelven kell beszélni. Hogy miért? Kockák, nem? vagy ez, hogy értsem? tudok, Bizonyos fokig kockák is, igen. De annyiban kockák, hogy nem csinálnak mást, mint a dolguk. Tehát ők tudják, hogy mi a dolguk a rendszerben, éppen, és akkor azt csinálják, és nem néznek ki ebből a dobozba. A magyar pedig ezek szerint keresi? A, a magyar meg egyfolytában kinézés és mindig mindent megszakért. És egyébként az a vicc benne, hogy ezt, ezen szok, szokás jókat gúnyolódni, hogy mind, a magyarok mindig mindenhez értenek. De az a helyzet, hogy másokat ismerve bizonyos fokig tényleg. Lehet, hogy ezt nagyon silánynak tűnik időnként, de gondolkodnak róla. Tehát nem az, hogy elfogadja és csinálja, és nem tudom mi az, de csinálom, mert valaki csak tudja. Ugye a török gondolkozás az, az hogy a főnököm azért a főnököm, mert valaki oda tette, mert jó főnöknek, tehát tudja, hogy mi csinálunk. Mert azért a főnök. Tehát a főnök tulajdonsága, hogy tudja, hogy mit csinálunk. Nálunk meg teljesen mindegy, hogy ki hol van egy hierarchiában, azonnal megszakérti az egészet. És nem biztos, hogy hülyes, teljesen hülyeségeket gondol róla. De legalábbis több reng rajta. Tehát van elképzelése. Ez egy nagy különbség. És a perzsák is hasonlók a törökökhez ilyen szempontból? Én a perzsákat nem ismerem ö, személy szerint ö, ilyen szempontból annyira. Amennyit én látok, az. az, az, az ez egy sokkal virtuózabb, még individuálisabb is egyébként nyilvánvalóan. Ő, ők, so, hogy mondjam, inkább, ahogy én érzem, sokkal inkább művész lelkek, mint ahogy a nyelvük is. Tehát, hogy inkább elszállnak. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy. A török az, az nagyon racionális. A perzsa az sokkal kevésbé én szerintem. Pedig ugye ott nekik is azért elég mm. sok évezetes országépítő hagyományuk van. Ha ilyet lehet mondani, akkor lehet, hogy az a vonal a magyar országépítő hagyomány, a perzsiai? Hát ez nagyon messzire vezetne, hogy az egész cseppe mögött ott vannak a perzsák mindig. Tehát a, a, nagy cseppei török birodalmakban is azért a, a perzsa az ott van mindig. Ugye ők a, a kereskedővárosok révén ott vannak a cseppén végig. Az újguroknál is. persze, ezért. persze. persze egész Kínaig. Csak nincsenek országok, vagy nagyon ritkán vannak így, így, országként definiálható országok, inkább városok vannak. Tehát ilyen formán akár lehet is, meg hát a fene tudja. Tehát ez, ez, egy, ez egy, nagyon izgalmas kérdés, hogy mondjuk így a, a népvándorlás idején a, az iráni hatások hogyan is működnek. Azt jeppén erről azt hiszem, hogy viszonylag kevesebbet tudunk, később nagyon sokat tudunk, tehát az iszlám világban a perzsa hatás az ordít, nagyon nyilvánvaló. Korai időszakban kevésbé tudjuk, de ugye tudjuk, hogy mondjuk a, azért nagyon úgy néz ki, hogy az kiták irányi nyelvet beszélnek. Tehát a korai nomád világnak úgy tűnik, hogy a nyelve azért az inkább a perzsa, tehát irányi nyelvet beszéltek. Öhm, hát egy remek kérdés, ezen bőven lehetne elmélkedni. Akkor ez az individualizmus esetleg magában ebből a lazább társadalmi szerkezetből adódhat, hogyha ez, hagy, hogyha ez egy örökség, hogy a távolságok, a mobilitás, a nomád életforma? Vagy lehetséges, hogy van benne valami, nem tudom, én ezen erre nem nagyon tudnék válaszolni. Azt gondolnám, hogy szerintem például lehet, hogy a nyelvünkben is van valami ilyesmi. Tehát, hogy valahogy a nyelv, hogy a nyelv az, azért az erősen befolyásolja a gondolkodásmódot. Pontosan a kifejező rendszerével, a, azzal, hogy hogy tud megragadni valamilyen valóságot. És én azt hiszem, hogy a nyelvünk az, az nagyon befolyásol minket. Például azzal is, hogy totál egyedül vagyunk itt Európában. Tehát ha belegondolunk, bármere nézünk, bármelyik szomszéd, vagy távolabbi szomszéd beszéli a saját nyelvét, és ha elmegy valahova, akkor jó, nem úgy, de azért majdnem úgy beszélnek. Tehát egy szláv elmegy, akármelyik szláv országba elmegy, akkor az majdnem az, kicsit más. Ha bármelyik új latin elmegy másik új latin nyelvű országba, akkor hát jó, nem az, de mégis-mégis. Hát ahogy az angol és a német, vagy a norvég között is mennyi kapcsolat van. Tehát, ezek. tehát nem, nincs az az idegenségérzés, nekünk meg minden totál különbözik. Ez az egyedülségérzet lehet egyébként annak is az oka, hogy nekünk ennyire baromira fontos az őstörténet, és ennyire identitás, hogy véremenő viták vannak, vagy ez, vagy ez valami másnak az oka? Könnyen, könnyen ö, lehet, hogy ez masszívan benne van a pakliban, hiszen nekünk itt mindenkihez képest magyaráznunk kell, hogy mi a fenét keresünk itt. Tehát, hogy azért tényleg rokontalan ez a nyelv, és ez a, hát ez a nép ilyen formán. Akik mi vagyunk, ezt, ezt rajtunk kívül itt nem nagyon éli meg senki. Lehet, hogy a baszkok meg az albánok talán igen. De más olyan nagyon nem találkozik ezzel az életérzéssel. Tehát ez simán lehet, hogy befolyásolja ezt a, ezt a gondolkodásmódot. Ennek az egyedülségnek nincsen egyébként egy ilyen kreatív következménye. Oké, okay, hogy megszakértök mindent, de csomó esetben tényleg van róla eredeti gondolatunk, hogy ezt hogy kéne csinálni. De én abszolút azt gondolom, hogy ez összefügg a kreativitásra, persze. Persze, szerintem, szerintem igen. De egyébként az őstörténet, hogy miért is fontos nekünk az őstörténetünk, azért azt tegyük hozzá, hogy nekünk van. Hogy azért mondjuk a honfogás történet, az egy tökkerek történet. Tehát tudjuk, hogy mikor volt, tudjuk, hogy ki csinálta, miért, hogy, hogyan. Most lehet, hogy nem pontosan tudjuk, de hát csak van egy storing, amit el lehet mesélni. Azért mondjuk a franciáknak arról, hogy a frankok hogyan jönnek, be Franciaországban azt hiszem, hogy azért talán ilyen, ilyen típusú történetük nincs, vagy mondjuk a szlávoknak, hogy most akkor éppen hogyan szivárogtak be Szerbiába, ennek azért nem feltétlenül van történet. a horvátoknak van egy hasonlójuk. Azért az sem mindennapi, hogy nekünk ilyen konkrétunk van, hogy tehát, hogy nekünk lehet egy millenium, egy millacentenáriumunk, az azért van, mert van egy dátumunk. Ráadásul egy kicsit ilyen bibliai történet. Most az jutott eszembe, hogy hát, hogy az álmos, volt egy ilyen sztori is, hogy az álmos nem jöhet be, meg kell ölni. Annyira rárim a Mózesre, most ezt nem tudom, hogy utólag találták ki, hogy rárim vagy eleve ezek az elemek éltek ezeknél a törzseknél, hogy ezt a sztorit így kell összerakni. Ez egy jó kérdés az álmos történet, nem nagyon tudjuk, hogy mit is véljünk róla. Nagyon homályos az az egyetlen forrás, amiben ez benne van, az van, hogy megölték, panónia határán, mert hogy ő nem mehetett oda be. Az ígéret földjére? Nem? Az hogy... ígéret földje szerintem nincsen benne. Tehát igen, van egy... Mert nekem ez volt a konnotáció a Bibliából, hogy egy teljesen olyan, mint amikor a Mózes nem megy. Igen, igen, ez nagyon hasonlít a Mózes történethez, de aztán meg egyébként lehet másképp is olvasni. Tehát azt lehet, hogy azért olvasuk így, mert a Biblia a fejünkben Aha. van. Ha nem lenne a Biblia a fejünkben, akkor hát, hogy teljesen más értenénk bele. Lehet ilyen is, olyan is, és nem tudjuk. Ez egy zűrös dolog, de tény, hogy Ámos az, az valahogy kiszáll a buliból, egyébként nagyon érdekes hogy más magyar hagyományok nem arról tudnak, hogy Álmost megölik, hanem arról tudnak, hogy Álmos átadja a hatalmát Árpádnak önként. Ott Vereckénél, nem tehát Munkácsnál. Hogy, tehát, hogy, a fenet tudja, hogy ez a megölős történet, ez, ez, nem valami tömbösítése a dolognak, vagy a hatalom átvételnek, vagy átadásnak valamiféle leképezése. De az tény, hogy Ámos választották meg, és mire bejövünk addigra, Hát, igen. át van adva a hatalom, úgymond úgy az Árpádnak. De felmerült bennem itt egy kérdés, mert hogyha ha ez ott eldöltet el közben, hogy álmos, Árpádház, álmos, megszerveztük magunkat, akkor ennek ugye nagyon sok következménye van arra nézve, hogy miről vitatkozunk itt az elmúlt 100-200 évben. Például eszembe jut az, hogy mi van az István-Koppány vitával, mert ugye itt van egy ilyen romantikus értelmezés, hogy Koppány a kelet felé néz, István nyugat felé, és akkor lehet, hogy ez az egész egy teljesen félreértelmezett dolog, mert etelközben eldölt, hogy merre az arra. Az, hogy később ebből nyugati kereszténység lett, vagy nem bizánci, nyilván fontos, de úgy tűnik, hogy ez több száz évre előre ott eldölt, hogy merre megyünk. Igen, hát született egy döntés. Persze hát ezeket a döntéseket felül lehet azért érni időnként. Tehát az István Koppány sztori az ugye ezen belül van, hiszen Koppány is valamilyen módon az Árpádház tagja. Az egy családi buli, arra nézve is, hogy ki legyen a hatalom a családon belül. Tehát az egy családi hatalom megosztás. Az egy, az egy belháború, az egy családi belháború. Ez nem egy ideológiai vita, ilyen szempontból. Hát a családi belháború mögött is lehet ideológia. Egyébként a az, hogy a pogány magyarság küzd a keresztény magyarsággal, azért az, meg hogy erről így gondolkozunk, azért szerintem az István a király nagyon sokat tett. Tehát, hogy meg a, meg a romantikus regényirodalom nagyon sokat tett, ami fejünkben nyilván az István a király meghatározó. De nem erről szól alapvetően, hogy én azt hiszem a történet, ami nem jelenti azt, hogy egyébként ne lentek volna benne ilyen motivumok. De talán nem egészen úgy, ahogy elgondoljuk. Én azt hiszem, hogy azt kellene itt nagyon mérlegre tenni, hogy nagyon úgy néz ki, hogy az Árpádok, tehát a dinasztia közvetlen hatalma, az a Dunántúlon van. Koppány is a Dunántúlon van. Ugye az Árpádházi centrumok is ott vannak, Fehérvár, Esztergom, azok is a, Dunánt, a Veszprém, azok a Dunántúlon vannak szintén. Na most a Dunántúlról meg azt kell tudni, hogy hát annak a minimum a nyugati fele, az a Karoling birodalomnak volt a része, tehát a frank birodalomnak, ami viszont hát mégiscsak a Nyugat-Európa legfejlettebb állama. És ezt a nyugati tartományt is ők gőzerővel elkezdték megszervezni. Ott, ott, már egy... Mielőtt megérkeztünk volna. Tehát persze majdnem egy évszázadon keresztül az a frank birodalomhoz tartozik, az avarok bukása után, és ott ők gőzerővel építik ki a frank adminisztrációt, az egyház szervezetet, az adóztatást. Tehát ott egy, ott egy fejlett társadalmi struktúra van. Egyébként Morvországban is egy, egy ilyesmi kezd el kiépülni. Tehát azt lehet mondani, hogy az Árpádok tulajdonképpen a kárpát a legfejlettebb, és nyilván ilyen formán aztán a legtöbbet adózó, meg leggazdagabb területeit, területeire tették rá a kezüket. És én mondjuk nem gondolnám azt, hogy a a frank nemesség az fogta magát, és tokkal vonulva minden estül elmenekült az országból. Lehet, hogy nyilván voltak ilyenek, akik elmenekültek, de senki nem mondja azt, vagy, nem kéne azt gondolni, hogy mindenki elment volna. A morvákról meg tudjuk, hogy nem mentek sehova, hát egész Morvaországot elfoglalták a magyarok, ugye nem csak a mai szlováki első részét, hanem a mai Morvaországi, tehát csehországi részét is elfoglalták a magyarok, az magyar kézben volt. Morva elit miért ment volna el? Nem ment el, tudjuk, hogy nem ment el, hanem betagozódott a magyar rendszerbe. Elképzelhető, hogy az István koppány buli mögött egy olyan megfontolás van, hogy István inkább az itt helyben talált és szövetségesített és beépített ex-karolingokra támaszkodott. Ez a német lovagok behívásának a hagyománya, igaz? Ez hát, a hát? német lovagok behívásának a hagyománya, ugye azon is érdemes volna elgondolkozni, hogy azok a német lovagok tök véletlenül kóboroltak -e erre. És nem véletlenül arról van szó, hogy a papának viszont, hogy a nagypapának itt voltak a birtokai. Uh -huh. Tehát, hogy itt sokkal szorosabb szálak is lehetnek. Én azt gondolnám, hogy a német lovagok miatt a, a hajdani frank elit van. Sok szempont. És ez Istvánnak a, inkább volt Istvánnak a hatalmi bázisa, mint Koppány. igen, talán. Talán, de tudja a fene. Tehát, hogy, hogy itt azért nagyon sok minden játszik ebben a kérdésben. Valójában az a baj, hogy a, azt, hogy a X. században valójában hogy is nézett ki belülről a kárpát rendszer, azt nem igazán látjuk jól, és nagyon félre is ment a kutatás ilyen szempontból. Azt hiszem, hogy ez, ez, sok szempontból a nyelvészet okozta. Ugye az az alapvető probléma, hogy a magyarok miért beszélnek ma magyarul. Ha egy kis létszámú honfoglaló társaság érkezik meg a kárpát ahol nagy létszámú helyben lakó van, akkor elég törvényszerűen el kellene veszteniük a nyelvüket. Általában, hogyha egy fejletlenebb struktúrájú nép, egy fejlettebb struktúrájú népre telepszik rá, tehát mint ahogy mi a frankokra, pontosabban a frank alatt valókra bárkik is legyenek azok, akkor szintén a, a hódító el szokta volt veszteni a nyelvét. Erre vannak példák egyébként, hogy ez nem Rengeteg van csak ilyen példák vannak. Tehát gondoljuk bele, hogy a derék vikingek létrehozzák a kievi rúszt. Az, az, egyébként engem is meglepett, amikor olvastam a könyvet, nem tudtam, hogy vikingek igen. hozzák létre a ők germánok, féllemség. rendes germánok és germán nyelven beszélnek, és pillanatokat elvesztik a nyelvüket, és szlávok lesznek. De gondoljunk a frankokra, akik bemennek Franciaországba, és Franciaország neve is a frankokról van, és pillanatokat elvesztik a germán nyelvüket, és új latin nyelven, tehát franciául kezdenek el beszélni. De ugyanez van a longobárdokkal, Lombardiában, mindenkivel ez történik. Ezek szerint a, ott nem sok köze van a gal hagyományhoz a Franciaországnak, hogy... dehogy nincs, ott van, ott van az őslakosság, aki akár galnak is teindeti magát, Na de az országot, azt nem ők csinálják meg, azt a frankok csinálják meg, akik germánok. És azt, hogy, hogy a gallok játszanak egyáltalán ebbe a történetben, azt majd a francia forradalom ideológiája hozza. Az... Ők, ők lecserélik a frank hagyományt arra, van, hogy mi mégis inkább gallok így voltunk. az... Persze, az arisztokratikus hagyományt lecserélik egy népi hagyományra az új ideológia jegyében. És ebből jön, hogy a világi államnak nagyon jól jött, hogy van egy Asterix képregény is, mert ez, egy, ez a nemzetépítés része volt. Hát mert... ez fordítva van. Tehát a, a, pontosan azért, mert áthelyezik a hangsúlyt, ezért lesz Asterix képregény. Uh -huh. Uh -huh. De hogy ez egy viszonylag új dolog, hogy, hogy ők gallok voltak, és nem frankok, akik germánok. Persze, uh -huh. persze, hogy? Ne, hát ők az egész középkorban, meg korói korban, ők, ők abszolút frankok voltak, eszükbe se jutott mást mondani. a gallokról szerintem csak így tévedésből tudtak valamit, nem, nem volt érdekes. Aztán ez aztán az egy ideológiai csere, amikor tulajdonképpen lecseréljük a, az identitásunkat, és azt mondjuk, hogy nem a hódítók és az államalkotók a mi őseink, hanem a az ős nép. A népi, tehát az a népi gallok. A nép, igen, tehát hogy a nép fiai vagyunk mi. Én azt gondolom, hogy a kárpát medencében többen voltak jóval, mint a honfoglalók. Sőt, én egyre inkább azt gondolom, hogy a honfoglalók eléggé kevesen voltak igazság szerint. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy a honfoglalók a magyarok. Tehát bármilyen nyelven is beszéltek, de magyarnak hívták magukat, az nagyjából biztos. Mert hogy azt se tudjuk, hogy ők magyarul beszéltek-e? Nem. Na, honnan tudnánk, se se tudjuk. De simán lehetne, tulajdonképpen ilyen napon, egyébként bárhol máshol a magyar tudatban egy olyan változást csinálni, hogy, hogy akkor nem az árpádék identitása a ha ugye az az állami identitás, az a beköltöző államnak az identitása, ami máig tart, hanem az ős nép. Tehát az itt talált már úgy ősnép, hogy a korábban itt élő népességnek az identitása, miénk, csak hát arról nem tudunk semmit. Úgyhogy ez nem nagyon fenyeget minket. De például roppant érdekes, hogy, hogy ugyanezt az identitásváltást visszafele most, most láthatjuk Ukrajnában ahol ugye Oroszország anyácska és a nagy szláv tömeg, és Ukrajna most gőzerővel dolgozik azon, hogy dehogyis is mi a vikingek vagyunk. Aha, tehát a kijevi fejedelemség viking hagyományait próbálják újjájeszteni, hogy az orosz szláv hagyománytól egy eltérő hagyomány. Igen. Uh -huh. Igen. Akik később ezek szerint elszlávosodtak. Igen. A lényeg az, hogy azt kimondhatjuk, hogy nem tudjuk azt, hogy az beszélt magyarul, aki itt volt, vagy az beszélt magyarul, aki bejött, Ilyen, ilyen szinten nem tudunk semmit? Igen, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy semmilyen szinten nem tudunk semmit. Szinte, szinte biztosan ezt lehet mondani. Az, hogy azt gondoljuk, hogy árpád és honfoglalói magyarok voltak és magyarul beszéltek, az egy tipikus 19. századi nemzetállami, ilyen nagyon, nagyon korai nemzetállami gondolkodás, ami azt mondja, hogy egy nép, egy kultúra, egy nyelv, vérség vérségi kapcsolat, vagy, vagy szarján, ilyen, ilyen, ősi kapcsolat. Az a helyzet, hogy amit mi a honfogásról tudunk, az annyi, hogy a magyarnak nevezett állam, fejedelemség, az fogja magát, beköltözik a kárpát medencébe azt meghódítja tételről tételre, megszervezi, és ott megerősödik, és máig megvan. Tehát valójában, amit biztosan tudunk, az az, hogy ott egy állam foglal hont, és ennek az államnak a, a neve az, az úgy tűnik, hogy a magyar és ez az elit fogja majd megcsinálni, tehát az a honfoglaló elit fogja megcsinálni a kárpát Magyarországot, tehát ez, ez eddig stimmel. Nem tudjuk, hogy milyen arányban vannak az itt találtak és a bejövők. De nagyon különböző elméletek születtek, de hát valójában az egész találgatás. Tehát azt se tudjuk, hogy hányan jöttünk be. De hogy hát onnan tudnánk. Semmit sem tudunk. Miért nem tudunk semmit egyébként? Mert nincs honnan tudni igazándiból ezt, ezt, ezt nem lehessen tudni. Különböző modellek vannak a, a népvándorlásokra, tehát vannak olyan, olyan modellek, ahol igazándiból egy viszonylag kicsi virulens csoport megy, egyébként nem feltétlenül nem, nem feltétlen harcosok, hanem ezek komplett családok, csak viszonylag kicsi társaságok, akik helyet keresnek maguknak a nap alatt. Gyakran ezek eléggé elkeseredettek és eléggé agilisek ahhoz, hogy ezt meg is csinálják, erre rengeteg történet van ha találnak egy gyöngébb struktúrát, akkor azt azonnal maguk alá és, és, akkor lesz egy országú. Tehát nagyon sok ilyen történet van, de van olyan történet is, ahol aztán meg nagyon komoly tömegek mozdulnak meg. Tehát ezt, ezt, ezt nem tudjuk, egyszerűen nem tudjuk. A, az eléggé egyértelmű, hogy a Kárpátokon kívüli honfoglalókhoz köthető temetők azok picik. Abban jellemzően a harcosok meg a feleségeik vannak benne, úgy, ahogy a kárpát is fegyverrel, aranyozott cuccokkal, ezzel azzal a lóval eltemetve de nincsenek sokan. Ez teljesen párhuzamos azzal, amilyen klasszikus lehetekkel bíró honfoglaló temetők vannak a kárpát azok is picik végig. És akkor aztán vannak nagy köznépi, vagy nagyobb köznépi temetőink, kárpát sok száz, meg sok ezer sírral adott esetben, azokban meg nem nagyon vannak leletek. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy egy lelet alapján tudjuk-e, hogy ki van a sírban, mert szerintem még azért az is egy jókora kérdés. De azért, azért a Kárpát-medence történetét látva semmi okom azt gondolni, hogy a kárpát medence mondjuk üres lett volna, vagy kvázi üres lett volna. Tehát azért ennek a nyugati felén egy nagyon komolyan működő, nagyon jó felépített, megszervezett frank birodalom van, templomhálózattal, adórendszerrel, mindennel, az nem tűnik el, hát miért tűnne el? Az avar birodalom az ugyan megrodjan a 800-as évek legelején, el is tűnik, mint birodalom, de a tömege, tehát a népessége az vajon miért tűnne el? a, a kárpát medence élő szlávok köszöntök szépen egyáltalán nem tűnnek el, miért tűnnének el szintén, költöznek talán a kárpát medencébe valamennyire. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy akár merről nézem a dolgot, a kárpát medencébe az egy nagyon komoly népesség él. Ahhoz képest azért a honfoglalók nem nagyon hinném, hogy többségbe lettek volna bármennyire is. Tehát, hogy ezt, ezt nem gondolnám. ami aztán nagyon-nagyon érdekes kérdéseket vett föl, például azt, hogy miért beszélünk mi itt magyarul, de a nyelvi viszonyokhoz visszatérve, az a helyzet, hogy halványgőzünk nincs, hogy ki milyen nyelven beszél. Tehát a szlávokra azt gondoljuk, hogy mert szlávoknak hívják őket, tehát szlávul beszéltek, aztán vagy úgy beszéltek, vagy nem. Lehet, hogy a hét magyar törzs magyarul beszélt, de lehet, hogy csak egy beszélt magyarul, de az is lehet, hogy egy sem, ezek szerint. Ez is lehet, hogy a, a know how hozó árpánt fejedelem beszélt magyarul, a többiek kevésbé. Nem, tehát, hogy rengeteg kombináció létezik itt. Igen, rengeteg kombináció létezik, igen. Mi, gyakorlatilag mindegyik mellett tudok példákat felsorolni a történelmből. Viszont tudásunk meg nincs. Mert az a helyzet, hogy igazán komolyan vehető nyelvemlékek a kárpát medencéből 7., 8., 9. századból nincsenek. És ha van is egy-két felirat, az ugye mennyiben reprezentatív. Ha belegondolunk a középkori magyar királyságba, ott van aztán rengeteg sírkő latinul ami azt jelenteni, hogy akkor a magyarok latinul beszéltek, de hogy jelenti azt? Ez azt jelenti, hogy kulturálisan, ha egy sírkövet állítok és arra írok valamit, akkor azt, azt, latinul fogom megtenni. Latinul írnak az írás, tudok, meg így szokás ezt csinálni. Ez nem mond el semmit a tömegnek a nyelvéről, vagy a közösségnek a nyelvéről. Fogalmunk nincs, hogy a honfoglalás előtt valójában milyen nyelven beszéltek. A kárpát is ezek a nyelvek milyen arányban voltak. Nyilván beszélnek germánul, nyilván beszélnek valamiféle szláv nyelveket. Ez teljesen egyértelmű, a, hogy az avarok milyen nyelvet beszélnek, arról fogalmunk sincs. Sanszos, hogy egy részük legalábbis török nyelven beszélt, de, de hogy ezek milyen arányban vannak, és ki hol lakik, azt igazándiból nagyon mérsékelten tudjuk. Ugye a, az avarok is egy korábbi keletről beköltöző hullám volt. Igen. Tehát ők egy ugyanolyan nomád bevándorlás, mint mi vagyunk. Ő, az ő az elég világos, ők a mai Mongolia területéről jönnek egyébként villámgyorsan be a kárpát tehát az egy messziről jövő népség, de ugyanolyan nomád struktúra. Na és akkor a magyarokról meg mit tudunk? Hát semmit se tudunk, nincsenek magyar nyelvemékek. A nevekből próbálunk valamit etimologizálgatni, hogy hát vannak finnugor típusú neveik, akkor biztos finnugor nyelvűek, csak hát ez meg olyan dolog, hogy hát a mai magyarban mondjuk a Sándor vagy a János az nem egy extrém ritka név, meg egy különleges név, és hát egyik sem magyarul van, és a mai magyar nevek jelentős része, az nagyon-nagyon az nem magyarul van, és ha nem lett volna 90 után egy ilyen magyaros, kvázi magyaros névdivat, akkor a nevek többsége piszkosul nem finnugor alapú lenne. Gondoljuk bele az Annákba, a Máriákba, a Sárákba, az Ágnesekbe és mi egyébként De egyik sem magyarul van, Katalin. Tehát a, a legklasszikusabbnak érzett magyar nevek, azok azok nem, nem finnugar gyakerűek. Meg tudunk akkor ezekből a nevekből valamit is a magyarság nyelvéről nem tudunk meg. Miért gondoljuk azt, hogy a 10-11-12. században ez másképp volt? A nevek ugyanúgy divatokat követtek akkor is, mint most. Tehát ez egy nagyon vékony jég. Amit tudunk, és ez fontos, hogy amikor beindul a középpori magyar államnak az írásbelisége, és már a 11. századtól ezt látjuk, akkor ugye az írásbeliség az latin. Tehát a latin lesz a státusznyelv, tulajdonképpen az írásbeliségnek a nyelve, de az egy politikai alapú dolog, ugye latinul, fonhauszaus senki nem beszél, azt meg kell tanulni. És az a nyelv, ami ez alatt felrémlik, gyakorlatilag minden forrásban, és láthatóan ez az igazgatásnak a nyelve, tehát az a, a Kártát menencei országnak a, 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 a nyelve, az meg mindenhol a magyar. Nem azt jelenti, hogy mindenki magyarul beszél. Ez azt jelenti, hogy a, a közös nyelv a magyar. Úgyhogy azért az sokat mondó, hogy a magyar az, az ilyen pozícióban jelenik meg. És aztán, amikor a 13. századtól már tényleg nagyon sok forrásunk kezd lenni, akkor azért az látszik, hogy a a helynevekben nagyon sok a magyar helynév, a, a mikrotoponémiákban, tehát a dűlőnevekben, nevekben, hegynevekben, víznevekben, mindenféle ilyen kicsi földrajzi nevekben dőlnek a, a magyar nevek, és nem csak hogy magyar etimológiájú, hanem magyar használatú nevek. Tehát ugye nem csak annyi, hogy magyarból etimologizálható a szó, hanem hogy az a neve, hogy mit tudom én, almás patak vagy ilyenek. Tehát mind a két eleme magyar. Ez azt jelenti, csak hogy próbáljam összerakni, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv, vagy amit te annak tartasz, az, hogy a bejövők között legalábbis a meghatározó törzsek magyarul beszélhettek, de ahhoz, hogy ezt ne asszimilálja ez a többségi közösség, akik többen lennek, az is kellett, hogy az itt már lévők közül is sokan magyarul beszéljenek? -e? Hát én most ezt gondolom, igen. Nem tudom igazolni, de megnéztem azt, hogy hogy van az, hogy egy nyelv, tehát egy társaság, ami hordoz egy nyelvet, megkapaszkodik egy területen, beköltözik valahova, viszi a nyelvét nyilvánvalóan, és az a nyelv, nyelv is megkapaszkodik és megmarad. Ugye ez nem egy általános történet. Az egész népvándorláskor az arról szól, hogy minden ilyen jövő nép az Tulajdonképpen elveszti a nyelvét. Mikor nem vesztél a nyelvét, mert ezért van, amikor nem vesztél a nyelvét. Ugye Amerika nem indián nyelveken beszél. Miért nem beszél indián nyelveken? Hát azért, mert egyrészt rohadt sok volt a beköltöző, tehát fölül írták a beköltözők a helyben lakókat, muszki is írtották őket. Tehát magyarán csináltak egy tabularázát, egy üres lapot csináltak, na ez a nem igaz. A másik lehetőség az az, hogy iszonyatos tömegben költözünk. Ez a szláv vándorlás. Ugye a szlávok nem is országként vándorolnak, hanem ilyen pici csoportokban, ilyen kvázi hullámokban terjedő népként, emberanyagként költöznek be különböző országokba, amit aztán elszlávosítanak, és aztán majd egyébként meg létrehozzák a saját államaikat adott esetben. Tehát ez egy teljesen másik struktúra. Ilyenek egyébként a törökök is, akik folyamatosan jönnek keletről nyugat fele, egyfolytában jönnek, 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 folyamatosan létrehoznak kisebb-nagyobb országokat, csak hát ők a Szeppe jönnek, ami azért egyébként alkalmanként tényleg kiürül. Tehát ott, ott időnként van, vannak ilyen új, új fejezetek a rendszerben. Akkor marad meg a nyelv, ha sokan jönnek, és folyamatos utánpótlása van. Tehát nem egyszer bejön, hanem bejön egyszer, kétszer, háromszor, évszázadokon keresztül jön az utánpótlás. Na akkor akkor van esélye egy nyelvnek megkapaszkodni, na most a magyarról tuti, hogy ezt nem mondhatjuk el. Semmi olyasmiről nem tudunk, hogy a honfoglalás után újabb magyar hullámok jönnének be. Lehet, hogy bejöttek mondjuk a tizedik században még magyar hullámok, ez nem lehetetlen. De mondjuk azt tudjuk, hogy beköltöznek a besenyők, és a besenyőkről azért mindenképpen azt gyanítjuk, hogy török nyelvűek voltak. Aztán jönnek a kunokról, tudjuk, hogy török nyelvűek Akiket voltak. szintén nyelvileg sikerült nagyon azt hamar asszimilálni. Hát nem tudjuk, hogy milyen hamar, de sikerült asszimilálni. De az a lényeg, hogy hogy az új beköltözők azok sosem magyar nyelven beszélnek, tehát nem a magyar nyelvű közösséget erősítik meg, ami nekünk kellene nagyon ahhoz, hogy a magyar státusznyelv legyen, vagy megőrizze a pozícióját, hanem mindig tulajdonképpen a, a másik nyelveket erősítik. Az, hogy a magyar nem törik ebbe bele, az azért lehet, mert a magyarnak már addigra olyan pozíciója van. De akkor ezek után csak az a forgatókönyv marad, hogy Ugye a magyar az nem a szomszédba költözik, a szomszédban nincsenek finnugor nyelvek. Ez már egy nagyon netces szituáció a nyelv szempontjából. Csak az a forgatókönyv marad, hogy az árpát féle bevándorlás, amiről én, én azért mégis csak azt gondolom, hogy magyar nyelvű alapvetően, vagy nagyobb része talán magyar nyelvű, és az uralkodó elit a magyar tekinti a sajátjának, még ha mondjuk Árpádék lehet, hogy nem is azon a nyelven beszélnek, tehát az Árpádház, hogy ez, ez nem az első magyar bevándorlás, magyar nyelvi bevándorlás, hanem a nyelvnek az utolsó bevándorlása és egyúttal a pecsétje és a megerősítése a magyar nyelv státuszának, de ez az kell, hogy korábban korábbi bevándorlási hullámok legyenek. Ez a kettős honfogás elméletem, vagy ez valami más? Ez valami más, én szerintem. A kettős honfogás elmélet az arról szól, hogy van egy tudatos közösség, a magyar, ami kibocsátja a különböző hullámokat, és ezek különböző hullámokban, kettő vagy három hullámban bejönnek a Kárpát menencében és ezt a magukénak tekintik, de hogy ez egy teljesen tudatos azonosság hogy akkor az a avarok átveszik a hunoktól a stafétát, mint kvázi magyarok, akik visszajöttek, és a magyarok pedig az avaroktól veszik át a stafétát, mint egy újabb, szintén magyar bevándorlási hullám. Ugye ez azzal járna, hogy tulajdonképpen mindenki magyar. A hunok is magyarok, meg az avarok is magyarok. Hát az a probléma, hogy se az avarok, se a hunok nem nagyon hívják magukat magyarnak. Ez nem is nagyon meglepő. Ugye itt politikai nevekről van szó, és azt világosan látjuk, hogy a magyar politikai név, Hát a 9. századnál nem nagyon lehet korábbi ugye ahhoz kell az ország, hogy politikai nevünk legyen, az későn jön létre, és az fogja majd a magyart viselni. Tehát mivel nincsen korábbi politikai struktúra, ezért ugyanaz a közösség nem is bocsáthatja ki, mert az, az a közösség nem ugyanaz a közösség. Lehet, hogy sok eleme közös, de nem ugyanaz a közösség. Öm, vagy egy kicsit másképpen fogjam meg, hogy a, a ahhoz, amiről eddig beszéltünk. Tehát elképzelhető, hogy magyarul beszélő törzsek nemzetségek érkeztek azelőtt a Kárpát-medencébe, de ők nem mint politikai nép jelentek meg, mert a politikai népé az valahol etelközben történt meg ez a fordulat egy külső know-how hatására esetleg, ha Igen. így, rakom össze azt, amiről eddig beszéltünk. I illetve hát miután teljes a bizonytalanság, fogalmunk sincs, hogy milyen struktúrában kerülnek ezek ide be. Például az avarok gond nélkül besodorhattak ide magukkal magyar nyelvű néprészeket a kelet-európai sztyeppéről, semmiféle akadálya nincsen igazándiból. De ezek a néprészek semmiképpen sem tartoztak a egyébként későbbi magyar politikai közösségbe. Nem is hívták magukat valószínűleg magyarnak. Mert hogy ez a név akkor még nem játszik ebben a formában. De lehet, hogy ők azért valamilyen megszervezett valaminek tekintették magukat, csak nem tudjuk, hogy hogy. Ugye ebből a szempontból roppant érdekesek a székelyek, akik akikről hagyomány tartja, hogy már itt vannak korábban a kárpát Roppant érdekes, hogy, hogy antropológiailag a székelyek, a mostani három széki székelyek, azok a délnyugat dunántúli avar temetőkkel mutatják a legkorábbi kapcsolatot. Tehát ez ugye azt jelenti, a lefordítom, hogy ezek szerint a székelyek avarok. Késő avarok. Viszont a nyelvészet meg azt mondja, hogy semmi nyomát nem látja, hogy a székelyek nyelvet váltottak volna. Ha ez így van, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy ezek szerint a nyugat a késő a varok magyarul beszéltek. Ugye? A székelyek azért is egy érdekes kérdés, mert ugye ők nem tartoznak a hét magyarhoz. Hát a, a, a történet világosan elmondja, hogy jön a, jönnek Árpádék, a honfulók, a hét magyar plusz a kabarok. Vereckénél. Vereckénél, és találkoznak a székelyekkel, és akkor velük így megdumálják, hogy akkor mi együtt leszünk. De hát a székely nem a hét magyar része semmiképp. De az sincs benne a mondákban, hogy tolmács kellett volna ahhoz, hogy beszélgessenek egymással. Jó, ez hülye kérdés volt. De nem, nem hát teljesen stimmelhet, hogy a székelyek ugyanazon nyelven beszélnek. Tehát ennek semmi akadálya nincs. miért lenne akadálya? Csak nem tudjuk. Uh, nagyon sok mindent nem tudunk, de akkor viszont felmerül az emberben a kérdés, hogy itt úgy tűnik, mintha 100-150 éve rossz dolgon vitatkoznánk, mert ahogy te is említetted, hogy itt nagyon szorosan összefonódott az őstörténet kutatása nyelvészettel. De ezek szerint a nyelvészet nem fog választ adni, mert nem nagyon tudjuk, hogy ki hogy beszélt. A politikai nép, ami több törzsből áll össze, alkalomszerűen vagy egy terv ott az etel annak nem a nyelv volt talán a szervező ereje, vagy nem feltétlenül. Tehát most az, hogy ahogy értékelem, amit mondasz, te elfogadod a finnugor nyelvrokonságot. Persze. Ez egy tudományosan okay. bizonyított dolog. Csak az őstörténetünkre nézve ez nem feltétlenül mond fontos dolgokat. Nem tudom, hogy rakjam ezt össze magamba. A dolog szerintem ott kapott egy gelert, amikor a 19. században gőzerűvel elkezdték megírni a korai magyar történelmet, Ugye ez a pozitivizmus korszaka, ugye ez az ipari forradalom dübörgése, amikor minden, az a hangulat, hogy mindent meg tudunk oldani, mindent. Ha valamit nem tudunk, akkor kitalálunk egy B-változatot, és majd azzal megoldjuk. És ez van a, a társadalom tudományokban is. Összegyűjtjük a történeti forrásokat, és elolvassuk őket. Azzal valameddig visszalátunk a történelembe. Na ez az etelköz gyakorlatilag. Na de nehogy már csak addig lássunk vissza, ha nem tudom megoldani a történeti forrásokkal, megoldom másképp. Hogyan másképp? Na akkor vegyük elő a régészetet. Ugye akkor még, még, a, még a, kultúra, tehát mondjuk a régészet, tehát a, a tárgyi anyag és a nép összetartozik a, a fejekben. Akkor majd megnézzük, nos, sajnos az nem jött be, mert a régészet nagyon sokáig nem talált semmit arra fele. De ez is az egyik megoldás volt, a másik meg hát itt, itt a nyelv, ami tulajdonképpen egy ilyen, nyelvbe zárt történelem, hiszen a nyelv az egy konzervatív rendszer, tehát nagyon lassan változik. A nyelvek között meg lehet nézni a kapcsolatokat, a kapcsolatok alapján föl lehet építeni nyelvcsaládokat, a különböző nyelveknek az egymáshoz való viszonyából föl lehet építeni egy struktúrát, ugye az összetartozó nyelvek közül melyik tartozik jobban össze, kevésbé, ebből föl lehet építeni egy nyelvi családfát, az ugye egy összetartozási rendszernek a vizualizálása, tehát ez nem egyéb, az egy, az egy segédeszköz tulajdonképpen, és akkor meg lehet ezt próbálni valamiféle időrendi kronológiát rendelni, sőt, ugrunk egy halálos alatt, megpróbáljuk régészeti kultúrákkal összekötni, és akkor megvan az őstörténet. És ez a 19. században szépen elindul, és ezen dolgoznak hosszan-hosszan-hosszan a 20. században is. Az a probléma, hogy ez nagyon szép, és ezek nagyon komoly kutatások, de a nyelvből kibányászni, Valójában a nyelv ős történetét lehet. Tehát ebben az a lényeg, hogy nincs forrásom, de mégis messzire visszalátok az időbe, mert olyan struktúrára találtam rá, ami ezt lehetővé teszi. Tényleg lehetővé teszi, csak a nyelv szintjén. Tehát a nyelv létrejöttét, a különböző rokonnyelvektől való elválását, a különböző külső nyelvi hatásokat, jövővényszavakat be lehet szépen rakni egy rendbe. Ehhez még egy kronológiai rendet is lehet hozzárendelni, de az egy relatív kronológia. Az azt jelenti, hogy ez előbb volt, ez az esemény a nyelv életében, az pedig utóbb volt a nyelv életében. Na most ezt viszont hozzárendelni földrajzhoz és ismert, tehát leírt történelemhez, az elképesztően nehéz, vagy régészeti lelethez. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte lehetetlen is. Ezek fikciók. Lehet, hogy egyébként fején találnak dolgokat, csak ezt soha nem fogjuk tudni igazolni, mert mi alapján? Tehát semmi nincs a kezükben, ami alapján ezt meg lehetne oldani. Tehát nem tudjuk. És igen, ilyen szempontból a nyelv túlértékelése az őstörténetben az nem volt egy szerencsés húzás. Tehát attól, hogy Finnugor nyelvet beszélünk, az őstörténetünk az lehet egy egészen más kultúrkörből érkező, vagy annak a kultúrkörnek a meghatározó elemeit tartalmazó. Igen, de hát ebben nincsen semmi meglepő dolog. Tehát ugye itt a vita az arról szól, amit korábban beszéltünk róla, hogy vannak ezek a sztyeppei népek, meg vannak a erdőlakó halászvadász És valójában a magyar önképben ez a steppeiség van, ló, meg, meg a júrt, tehát ezek meg, meg mondjuk most a, az íjászat, meg a lovas íjászat, a tradicionális íjászatnak a, a az teljesen világosan mutatja, hogy ez valamit a magyar agyban megrezget. Tehát, hogy ez valami érez úgy, amilyen ezt, ezt annak érezzük, valami a lovas ember az nekünk szép. Tehát, hogy a, nem tudom miért, de ez bennünk van, ez nem mindenhol van így. És akkor ez van kiátszva a finnugor nyelv vűség ellen. Tehát ez marhaság, hát a, a kultúra az különböző nyelvű népeknek a kultúrája. A csak élnek mongol nyelvű népek, élnek török nyelvű népek, de éltek iráni nyelvű népek, és egyébként éltek finnugor nyelvű népek is, és mi is ilyenek vagyunk. Ebben nincsen semmi meglepő, mondok még egy példát, hogy teljesen világos legyen. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy hát a kereszténység igazándiból Rómában szökkent szárba, akkor csak azok keresztények, akik latin nyelvűek. Ez maraság, mert új latin nyelvűek. Nem. Keresztény akárki lehet, ez egy kultúra, és lehet germán nyelven is kereszténynek lenni, de egyébként Dél-Amerikában indiánként is lehet kereszténynek lenni, meg eszkimóként is lehet kereszténynek lenni, meg négerként is lehet kereszténynek lenni. Tök mindegy, a kereszténység, az, mint kulturális fedő, az ugyanaz, ami különböző helyi nyelveken és kultúrákon valósul meg, a steppe, a nomadizmus az ugyanilyen. Tehát nyugodtan lehet egy finnugor nyelven beszélő steppei nép. Igen, erről igen, igen, beszélni. igen. Még, egy, még egy dolgot tegyünk azért ehhez hozzá, hogy a nyelvészet, amilyen kapcsolatrendszerekről beszél, tehát, hogy mondjuk az objugor nyelvekkel a magyar nyelv kapcsolatban van, az egy sokkal korábbi intervallum. Tehát ugye mi, én azt mondtam, hogy etelköztől látunk valamit, tehát mondjuk a 8. Század, a 9. század közepétől látunk valamit, na de a nyelvészet azt mondja, hogy az objúgoroktól nyelvileg időszámításunk előtt 520 ezerben váltunk el. Tehát ott van egy 1500 évjuk a nyelvészet a maga eszközeivel sokkal nagyobb léptékekben gondolkozik, mert a nyelvi változások ilyen sokkal nagyobb időintervallumokban zajlanak, és iszonyatosan távolra visszamutat az időben. Csak hát ezt nem tudjuk semmiért se hozzákötni. Ugye van nyelvcsere, az obiugor népek népeknél teljesen világos, hogy valaki nyelvet cserélt, mert genetikailag, illetve antropológiai teljesen különböző társaságok vannak az obiugoroknál. Nem tudjuk ki és mikor csinálta ezt. Hát ott az van az obiugorokkal, hogy mondjuk, ha lenne ennek értelme, de valamilyen szinten van értelme. Tehát simán egyértelmű, hogy az objúgorok egy részével nyelvileg rokonok vagyunk, de genetikailag sehogy. Mert ez egy két különböző struktúra. Két teljesen különböző dolog. Ezeket nem nem kellene összekeverni, és akkor minden ebben lenne. Tehát, ha jól értem, az elmúlt 150 évben a nyelvészet megpróbálta betölteni azt az űrt, amit nem tudott az ős mert nem voltak források, vagy most sincsenek nagyon. Igen. De régészeti leltek voltak, kevesebbet tudtak, és ez a trón követelés, ez aztán visszaütött, mert lehet azért látni, hogy a kurultáj, meg ezek a mozgalmak, ugye nagyon gúnyosan szóval finnugrászokat utálják, de közben, ahogy mondod, kiderül, hogy nincs miért utálniuk, mert a vita az álvita ebből a szempontból, mert, mert az egyik a nyelvész, más lát, az ős kutató meg megint más lát, és igen. nem a nyelvet kutatja feltétlenül. Igen, igen, igen. Például a kurultáj, az a magyar hagyományok szempontjából egy teljesen adekvát dolog, mint ötlet ha egyszerűen teljesen világos, hogy a legkorábbi ma ismert magyar hagyomány, az egy lovasnumát hagyomány, és az cseppéhez köt minket, akkor ezzel miért ne foglalkozhatnánk? Tehát ez egy szerintem teljesen normális dolog, hogy ezzel foglalkozunk. Most ahogy a kurultájon csinálják, az, az, mondjuk az inga kilengése. Tehát, hogy az, az el van ott túlozva, meg szerintem sok minden nem egészen van a helyén, de maga az elképzelés hogy valójában nekünk közünk van a sztyeppei népekhez, az teljesen helyén való abszolút, hogy a sztyeppei népek a rokonaink bizonyos fokig, persze, hogy rokonaink kulturális szempontból mindenképpen ugyanabból a világból jönnek ők is, meg mi is. Ez egy teljesen oké okay dolog, csak nem, nem kéne ezt abszolutizálni, meg kiterjeszteni, de hát ez annak az ellenpontja, hogy eddig meg a finnugor volt kiterjesztve és abszolutizálva. És ugye itt bejön egy újabb dolog, hogy te is mondtad ugye, hogy itt élő népesség is lehet, beszélhetett magyarul, tehát egy ilyen forgatókönyv is létezik, akkor mégis a kulultájosoknak van igaza, hogy hát mi hunok vagyunk, mert a hunok itt voltak, itt maradtak, nem mentek vissza esetleg, nem mindenki, és akkor mi, mi hunok vagyunk. Hát ö, nem, nem vagyunk hunok, magyarok vagyunk, tehát ez elég egyértelmű, hogy <laughs> magyarok vagyunk, és a, amiről eddig beszéltünk, ez a közösségi tudat, ez 9. század etelköz. Tehát a hunok meg 400 évvel korábban vannak. Tehát, hogy ez, ez így nem ér össze egyszerűen. Ez nem jelenti azt, hogy a széteső hun birodalomnak különböző törmelékei, azok ne kerülhetnének be a honfoglaló, akár a honfoglaló magyarok közé, akár pedig a kárpát a magyar királyságban, akár úgy, hogy itt maradtak, később jöttek bárhogy. Simán lehetnek folyamatos elemek a hunok és a magyarok között, csak a magyar önképet nem ez határozza meg, hanem a magyar identitás, ami viszont a 9. századi köthető. A hunokkal van egyébként még egy jókora nagy baj, az, hogy a hun birodalom az igazándiból egy bukta. Az egy tipikus, rövid ideig fennálló sztyeppei indítatású birodalom, ami iszonyatosan szétnyeri magát, és aztán összeomlik, de nyom nélkül omlik össze, tehát így magja nem maradt tulajdonképpen. Na most a sztyeppén hagyomány akkor marad fenn, ha azt valamilyen politikum fenntartja. Tehát ugye ez egy közismert történet, hogy a a Közép-Ázsiában az uralkodó dinasztiák a mongolkor után Genghis Kántól származtatják magukat. Egyébként teljesen jogosan és tényleg, tehát nagyon keményen megvannak a Genghis a családfák, és hogy minden uralkodónak Genghis kell lennie. Ez azért van, mert a mongol birodalom az nem elpusztult, nem megsemmisült, hanem felaprózódott. Az azt jelenti, hogy minden egyes darabjában teljesen adekváltan ment tovább a mongol hagyomány. Na most a hunoknak nem úgy néz ki, mintha lennének ilyen folytatásaik. Tehát egy kicsit olyan volt, mint a Nagy Sándor Macedónia, hogy igen, volt igen, egy uralkodó, igen, igen. és aztán Bol, se utána se előtte. Egyébként kísértetésen ugyanilyen rövid ideig tartott, tehát ez a 12-13 év, többenetesen kicsi idő. Óriási hatása van, mert valamiért az ott nagyon elkapta a, az akkori fejlődési vonalat, és ezért nagyon mély nyomokat hagyott egy csomó helyen. Meg bizonyos szempontból nagyon erős a PR-je -ja a még akkor is, hogyha ez adott esetben negatív PR, de van pozitív is. De az a helyzet, hogy nem nagyon látunk olyan csoportokat, akik genetikusan tovább vinnék azt, hogy mi húnak vagyunk, és hogy ránk kéne hivatkozni bárkinek is. Vannak olyan közösségek ma is, akik az elszakadt hún birodalomból maradtak meg, nagyon picik is népecskék egyébként időnként. De hát nagyon szimptomatikus dolog, hogy hát kikalkották a hún birodalom gerincét Európában, hát a germánok. Ugye a nibelungének mindenféle egyebek, ugye a hún hagyománynak az abszolút fontos elemei, az, azok germán hagyományok de véletlenül se jut eszébe egy germánnak se azt mondani, hogy mi hunok vagyunk. Nem, azt mondja, hogy a, a mi nagy hőseink azok a azok Attila udvarában éltek, de nem hunok voltak, germánok. Tehát, hogy azok, akik tényleg öröklik a hun birodalomnak a különféle dolgait, a különböző germán népek azok, az emlékét megőrzik, tök nagy élmény nekik, hogy volt egy hatalmas birodalom, de ők nyakig benne voltak, de hun tudatot nem visznek tovább. Véletlenül se. Tehát ha jól értem, a kérdés felvetéssel is gond van itt, hiszen ugyanúgy, ahogy a bejövő magyarok, akikből etelközben lett egy politikailag értelmezhető nép, sokféle elemből, legóból áll össze, a humbiradalomra ez még inkább igaz lehet, mert az megint egy nagyon rövid ideig élő valami, és e között, a kettő között akár csak gondolatilag feltételezni etnikai azonosságot értelmetlen cselekménynek tűnik. Így vagy, vagy legalábbis kilátástalan? Kilátástalan, mindenképpen kilátástalan, talán még értelmetlen is. Ugye biológiai szempontból simán lehet kapcsolat minden további nélkül. Melyik az is lehet, hogy kisebb közösségi szinten is van ilyen kapcsolat, de nagyobb szinten semmi nyoma nincsenek, hogy itt, tehát hogy magyarán a nagy hún tudatot tovább vitte volna valaki, és mondjuk elhurcolta volna a magyarokig. De egyébként még az is lehet, hogy vannak ilyen csoportok, és még az is lehet, hogy ezek valahogy bekerülnek az Árpádházba és átviszik a hagyományukat, tehát hogy mondjuk a székelyeknél még ez is játszik, egyébként tényleg. Tehát nem zárható ki. Nem, nem zárható ki, igazani, csak nem tudjuk. Csak nem tudjuk, így van. Tehát nem, én azt gondolom, hogy a hogy ezeknél a sztyeppei népeknél az úgy működik, hogy nem kell magunkat származtatni. Tehát, tehát, az origó az az, hogy létrejön a magyar fejedelemség. Vagy a magyar törzszövetség, csak azt nem tudjuk, hogy hol és mint. A fejedelemség ez egy stabil dolog. Onnantól kezdve van egy olyan, hogy magyar közösség. Na, ennek a folytatása vagyunk mi tudati szempontból. Ne felejtsük el, hogy ez az etnogenezis már amennyiben van ennek a szónak így értelme. Hát ez egy folyamatos dolog. Tehát a, az etnoszban mindig e, jönnek bele újabb elemek, és esnek elemek. Ugye ma, ma is ez történik folyamatosan. Tehát ez egy állandó cserebere, ahol viszont van egy tudat, ami megy tovább. És biztosítja a folytonosságot. És ez a tudat, amit mi most folytonosan viszünk, ez az etel közben létrejövő magyar államnak a az ideája. Létrejött itt az utóbbi időkben egy úgynevezett Magyarságkutató Intézet, ami nem te vagytok. Ti egészen mást mondtok, vagy mást képviseltek, mint ez a Magyarságkutató Intézet, akik nekem az a benyomásom, és nagyon sok olyat olvastam, hogy a hun eredet vonalat próbálják bizonyítani, erőltetni. Nehéz erről bármit is mondani, mert Tudományos értelemben vett megnyilvánulásaik erről a kérdésről, vagy erről a területről nem nagyon vannak. Genetikai vizsgálatok vannak, amiket közölnek. Ennyi körülbelül. Tehát, hogy ez pillanatnyilag én azt gondolom, hogy szakmai szempontból nehezen vizsgálható, de igen, hát ők egyértelműen azt jeppei, a hagyományokat, hogy azt jepei vonalat tekintik elsődlegesnek. És ezen belül is a hun rokonság nekem úgy tűnik, hogy miért ilyen fontos egyébként a magyar politika számára ez a hun rokonság, hogyha igazából a kérdésnek nincs ilyen értelme, ahogy ezt itt most kiderítettük a beszélgetésben? Ez egy nagyon jó kérdés, többféle magyarázata lehet neki. Az egyik az az, hogy ez a hun vonal pontosan a nyelvészeti megfontolások miatt, ez gyakorlatilag ki lett húzva már nagyon régen ez az inga visszalengése megint. Na de miért tud visszalengeni az inga? Azért tud visszalengeni az inga, mert a hunokkal való rokonság az, az egyik legrégebbi magyar történeti hagyomány. Tehát minimum 800 éve velünk van. Ilyen nép nincs még egy. Tehát ezek mi vagyunk, és más nincs. Tehát más nem mondja azt, hogy nekünk a hunok voltak az őseink. Most már igen. De mi 800 éve ezt mondjuk legalább, ha nem rége, régebb óta, szerintem régebb óta. Most ennek van egy reneszánsz, tehát most a kazakok is hirtelen hunrokonok lettek, a törökök is hunrokonok lettek, a mongolok is kitalálták magukról, hogy ők az ázsiai hunok. Rokonai, de ezek mind ilyen 18-19-20. századi kreálmányok, teljesen világos kreálmányok. Nekünk viszont egy teljesen valós hagyományunk van. Az, hogy ez a hagyomány, ez történetileg igaz -e vagy nem, tehát hogy egy, egy, egy valós hagyomány vagy egy kreált hagyomány, azt nem tudjuk, de hát ha egy hagyomány 800 éven keresztül behálózza egy népnek a tudatát, akkor arra azt, azt nem lehet mondani, hogy nem hagyomány, de hagyomány. Mindenképpen hagyomány. És azt azért talán ügyesebben kellett volna kezelni. Ráadásul hát azért teljesen nem lehet kizárni azt, hogy valami, akár valami magja legyen is. Nem vagyunk unok, ez oké, okay, de, de lehet, hogy valamilyen csatornán keresztül mégis csak valamilyen szinten van közünk. Tehát At valamiképpen megszületett ez a, ez a hagyomány, aminek lehetett valami célja is, hogy miért. Igen, nem, nem nagyon értjük, hogy miért van egyébként. Ez egy nagyon furcsa hagyomány Európában. Tehát, hogy a, a középkori Európában Attilára hivatkozni, hát ez egy elég furcsa ötlet. Tehát ez, ez olyan, mintha most a szír migránsok azt mondanák, hogy a, a beilleszkedés jegyében származtassuk magunkat Hitlertől. Tehát, hogy egy Mert az egy ilyen gonosztevő volt. Hát akkor hogy ne, ő az antikrisztus a, a latin világban. Tehát, hogy, hogy ez, ez sehogy nem jó. Tehát akkor miért nem egy jó őst találnak maguknak, ha már ha az ember egy totál negatív figuráról kezdi azt mondani, hogy az én ősöm, akkor azért ennek csak van valami alapja, csak nem tudjuk, hogy mi. Mindenesetre furcsa. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy egy, egy nem pozitív szereplőt tesznek meg a középkorban, a keresztény középkorban. Nagyon keményen keresztény. Írástudók, tehát a a, a nyilván van a klérushoz tartozó írástudók, a magyarság ősének. Hát ha itt ha nem lenne valami, ami ezt csinálják, akkor az elég értelmetlen lenne. Csak nem tudjuk, hogy mi ez a valami. Hogy miféle hagyomány maga az, amire ez ráépül. Hogy most akkor tényleg arról van szó, hogy az árpádoknak mégiscsak volt valami hagyományuk Attilával kapcsolatban, ami nagyon furán lenne, de ki tudja vagy hogy a magyaroknak valami volt a hunokról, vagy hogy a magyaroknak az ázsiai hunokról volt esetleg valamiük, vagy szóval, hogy nagyon sokféle verzió elképzelhető, az viszont biztos, hogy a magyar Attila hagyomány az totál egyedi. Tehát az Európában egy teljesen egyedi hagyomány, még akkor is, hogyha a szöveganyaga az nem, a szöveganyaga az Nyugat-Európáról van összeszedve, de az egész látásmódja, az Attila személyének a használata, az Attilához való viszonyulás az teljesen egyedi. Tehát hasonló sincsen. Úgyhogy én nem mondanám, hogy az Attila hagyomány az, az, az kigyomlálandó. Nem, nem gyomlálandó ki, ez egy nagyon-nagyon régi eleme a magyar hagyománynak. Azt lehet tudatosítani, hogy a fene se tudja, hogy igaz-e. Az teljesen rendben van. És emiatt, hogy ez a magyar tudatnak a része, hogy a hunok leszámozottai vagyunk, ennek a teljes tagadása, tehát mindenféle értelemben kultúrális értelemben a tagadása, az nyilván kontraproduktív az most visszaüt ilyen formán. Csak nem biztos, hogy így kellene ezt csinálni feltétlenül, de hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Minden esetre egy modern genetikai kutatás is hozhat teljesen félreértelmezhető, félrevívő eredményt. De nyilván nekem a genetikai kutatások szempontjából az a kérdésem, hogy a genetikai eredmény, az a kód, ami kijön a, a mérések végén, az vajon hogyan használható fel a történelem megismeréséhez. Valójában az a kérdés, hogy a, a gének hogyan függnek össze a történelemmel, és ugye ez egy nagyon fura kérdés, mert ezt úgy is felteltem, hogy tulajdonképpen egy ízig-vélig természettudomány, és egy természettudományos eredmény, az hogyan függ össze a társadalom tudománya? Tehát a biológia és a társadalom hogyan függ össze ugye ez a test és a lélek. Voltak éppen. és nem egyszerű ez az összefüggési rendszer. Tehát egy nagyon jó kutatás, nagyon precíz, pontos végeredményekkel eredményezhet Teljesen rossz magyarázatot. Tehát igen. Ez most egy kicsit olyan, mint egy csodafegyver, nem, mint a régen a nyelvészet volt, most a genetika az, ami esetleg félrevéheti ezeket a sötéreneti. Reméljük, hogy nem fogja, de, de a szituáció kísértetiesen hasonlít. Igen, 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 igen. Ez így van. Hát ugye a genetikánál az a nehéz, hogy, hogy a gén nem beszél, hogyha egy nagyon zanzásítva akarjuk mondani. Tehát nem tudjuk, hogy a génhordozó mit gondolt magáról, milyen identitása volt. Azt nem tudjuk, csak azt, hogy olyan génje van, amilyen kimutatható két népcsoport között egy közös marker, egy közös génmarker, de attól még az nem beszél semmit arról, hogy ők egyébként Igen. még. Mondok, vagy például erre vannak most legújabb kutatásokban vannak azért eléggé speciális haplotípusok, tehát ilyen génmutáció típusok, amik nagyon kevés népben vannak meg. És akkor például van egy olyan, ami megvan a baskirogban, megvan a tatárokban, a, tehát a kazányi tatárokban, tehát a volgai tatárokban, meg a magyarokban. Na most a magyar az egy finnugor nyelvű nép, a másik kettő meg török nyelvű nép. Nem is olyan régen állítólag, tehát hogyha mondjuk a genetikát, ezt időben vissza lehet datálni, tehát meg lehet többé-kevésbé satszolni az elvárási pontokat, hogy nem is olyan nagyon régen váltak el azok a közös ősök, akik aztán a baskír irányba, meg aztán a magyar irányba vitték el ezt a gént, hordozták ezt a gént. Mégis két teljesen különböző tudatú, különböző vallású, különböző nyelvű nép lett a végeredmény, vagy népfia lett az illető, vagy fiai az illetők. Hát ez egy nagyon fogós dolog, hogy most akkor mit, mit milyen messzire tudunk visszavezetni. De van, megfogalmazhatom teljesen másképp is. Azt lehetne mondani, hogy ha veszünk egy mai magyar génmintát, tehát a mai magyarságból egy, egy nagy számú génmintet, meg a mai szlovákságból egy nagy számú génmintet, akkor a kettő között gyakorlatilag semmiféle különbség nem lesz. Mert mitől lenne? Ugyanakkor hát eléggé nyilvánvaló, hogy egy szlovák meg egy magyar az nem ugyanaz. Sem világ, sem politikailag, kulturálisan egyébként, ahhoz képest még hasonlítunk is. Na de, de azért egy magyar meg egy szlovákot csak nem kéne összekeverni. Tehát, hogyha én ezt történelemként nézem, akkor ez nagyon különbözik. De génben meg nem. Akkor most, most, ez hogy is van? Tehát, hogy, hogy ez a nagyon nehéz benne, hogy, hogy lesz genetikai eredmény, csak azt nem tudjuk, hogy ez pontosan mire jó. Egyébként egy csomó mindenre azért jó. Tehát ez az már most is látszik, hogy mondjuk honfogláskori leletekből kivont gémintákat össze lehet vetni mondjuk az uráli magyar gyanús lelőhelyek gémintáival, és speciál ki jött, hogy van több egyezés is, elvesúl nagyon szoros egyezések, tehát ilyen nagyon ritka haplotípusok egyeznek, ami azt jelenti, hogy hát azért ott, ott világosan látszik, hogy nem csak a tárgyi kultúra, nem csak mondjuk a temetkezési mód hasonlít, és mondjuk ez alapján azt, hogy hát ezek valamilyen módon kapcsolódnak a korai magyarokhoz, hanem most már a genetika is azt mondja. Erre például jó, mindenképpen jó a genetika, arra, arra azért szerintem nem lesz jó, hogy úgy amblok azt mondjuk, hogy akkor a magyarság innen jött, vagy a magyarság ez vagy az. Kapcsolati hálókat fog felmutatni a genetika jó valószínűleg, és hát aztán majd gondolkodhatunk, hogy pontosan ez mit is jelent. A korábbi interjútban azt mondtad, hogy most nem lenne jó megírni új tankönyveket, az ős történetről, mert valami készül, valami, valami új fog itt bejönni, hogy erről lehetne valamit mondani itt a beszélgetés végén, hogy te mire vársz, hogy, hogy megírhassuk a tankönyveket? Mi az, ami, ami a kirakósba be fog szerinted kerülni? Ami gyakorlatilag meg fog változni, hogy meg kéne, hogy változzon, az a szemléletmód. És a szemléletmód az azért lényeges, mert egy csomó következtetésen alapuló dolgot, ami most benne van a tankönyvekben, azt az egy másféle szemléletmóddal ki lehet hagyni. Szerintem meg lehet mondani azt, hogy nem tudjuk valamiről, tehát hogy idáig tudjuk, korábbra meg nem tudunk visszanyúlni az eszközeinkkel, mert nincsenek eszközeink. A sokkal tisztább fogalmazással lehetne jó magyar ős történetet írni, tehát, tehát azt mondani, hogy igen, a nyelvnek ez a kapcsolatrendszere, de ez a nyelv, nem a nép, ez a nyelv. A nép az más. Hogy a kultúra az más. Ezeket el lehet mondani, nem hülyék a gyerekek, meg fogják ezt érteni. Hiába mondják azt, hogy ez bonyolult, nem, ez valójában egyáltalán nem bonyolult. Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítem, ugye tudjuk azt, hogy a politikai nép megszületett etel közben, mm. ezt viszonylag pontosan tudjuk, a nyelvről a nyelvtudomány mond valamit, ezt is viszonylag pontosan tudjuk a finnugor, és itt a kultúra, meg hogy mit honnan hozzunk, az ott az nagyon nagy. Azt keppe, az meg az Igen, ezt el lehet mondani, persze, 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 és azért én várok még valamire. Valójában történészként kéne őstörténetet kutatni, ez lehet, hogy furán hangzik, de igazán jó történész, történészek nem nagyon voltak az utóbbi időben, akik tényleg ezzel foglalkoztak. Tehát Kristó Gyula és Györfi Gyula, akár mekkora koponyák voltak, de hát a középkor irányából jöttek, és az volt az ő profiuk, és onnan próbálták, próbáltak visszanézni, nem, nem így kéne csinálni. Hogy valójában azt hiszem, hogy egy csomó, tulajdonképpen alapvető kérdés nincsen feldolgozva történészi szempontból a magyar őstörténet kapcsán. Ugye sokat emlegettük már az újgorokat. az újgur birodalom összeomlik 840-ben. Tényleg egy, egy egy nagy hatalom összeomlása, aminek iszonyatos uh, hatásai vannak, iszonyú hullámokat vet. Hát azért csak meg kellene nézni, hogy ez hogy is van ténylegesen, ezt csak le kéne írni, és el kéne rajta gondolkozni, hogy ez most összefügghet a magyarra, vagy nem függhet össze, vagy most mi van. De legalább tudni kéne, hogy mi a menet. Tehát létezhetnek mondjuk olyan belső ázsiai vagy akárhová elvitt források muszlim levéltárakban, amelyekből ilyen adatok előkerülnek, hogy ott mi történt, amit nem ismerünk, és nekünk fontos lehet? Igenis, meg nem is. Azt gondolom, hogy hát azért ebből rengeteg minden publikával van, meg rengeteg minden meg is van írva, csak nem magyarul és nem magyarul is történeti szempontból. Tehát uh, nekünk ezt össze kéne rakni, és nem a magyarok lesznek benne ezekben a forrásokban valószínűleg, de benne lesznek azok a hullámok, azok a történelmi mozgások, amik elvezetnek majd a magyar vándorlásokhoz is. Lehet, hogy nem a magyarok lesznek benne, de lehet, hogy ki fog derülni, hogy a besenyők mikor, miért, hova mentek. Ha jól sejtem, ez óriási munka, ezt Igen. átnyálazni. Ez elkezdődött már? Persze, persze. Ti csináljátok? A ti, igen, a, igen. A, igen a, mit mond a hivatalos nevet. Ketvár, Magyar őstörténeti témacsoport. Magyar őstörténeti témacsoport, ami nem ugyanaz, mint a Magyar Sákutató Intézet. De ha jól sejtem, ők kapnak kb. 1,3 milliárdot, ha jól. Ti mennyiből gazdálkodtok? Hát minden estől 17 millióval. Majd meglátjuk, hogy meddig az is. A, most erről két dolog is eszembe jut. Az egyik az, hogy tavaly Orbán Viktor Kirgizisztánban azt találta mondani, hogy a magyar nyelv a türk nyelvekkel a rokonságban. Nyilván ezzel szeretett volna kedveskedni. A másik pedig az, hogy ugye Kína, akivel szintén szeretnénk jóban lenni, hát nem éppen ápol manapság kiegyensúlyozott viszonyt az újgór kisebbségével. Szóval nem fősz hogy a magyar politika rá fogja nyomni a bélyegét a magyar őstörténet kutatásra? Hát a politika rányomja a bélyegét, tehát a Magyar kutatóintézet Intézet megalapításával például, vagy a Lász Tudjon Intézet megalapításával rányomta a bélyegét a politika, megmondta, hogy ő milyen irányba szeretné ezt fejleszteni. Nekem nem dolgom ezzel foglalkozni. Én egy kutató vagyok, és én nem az eredmény felől, nem, tehát nem az eredményhez gyártok ideológiát, vagy, tehát a kívánt eredményhez, hanem én elindulok a forrásaimból, és lesz, ami lesz. Szerintem a kutatói létnek ez az egyik legszebb oldala, amikor elindulunk valamivel, valami van a fejünkben, kutatunk, kutatunk, és egyszer csak rádöbbenünk, hogy á, hát ez most minden megy a lecsóban, mert egyszerűen rossz, tehát nem, nem áll meg a gondolatunk. És akkor az ember kies mosolya, kidobja több havi munkáját, és persze egy magasabb szintről, egy újabb szintről kezdi előről, hiszen már meglépte azt a lépcsőt. Engem az érdekel, hogy valamilyen eredményre eljussak valóban tudományos módszerekkel, úgy, ahogy, ahogy a tudomány ö, működik. Hogy a politika mit kezd az én tudományos eredményeimmel, az aztán végleg nem az én dolgom. Azt értem, hogy a kettőnek nem kell találkoznia, de ez az új Magyarságkutatóintézet teljesen elveheti előletek a levegőt. Hát kétségtelenül mondjuk jól esett volna, hogyha mi vagyunk az őstörténet kutatás centrumában, mert az embernek az ilyesmi jól esik, de nem mi vagyunk, tehát hogy akkor nem. Ö, azt, hogy a Magyarságkutató Intézetben mi fog történni, azt én nyilvánvalóan nem tudom. Csak reménykedni tudok benne, hogy hasznos dolgok lesznek, mert a hasznos dolgokat mi is fel fogjuk tudni használni. Tehát ha valamit jól megcsinálnak, akkor azt nem kell nekünk jól megcsinálni. Tehát ez ilyen szempontból semmiféle probléma nincsen, úgyhogy én várom az ő eredményeiket, tényleg kíváncsian várom, hogy mi csináljuk a magunkét, aztán majd lesz, ami lesz. Említetted a te nomád, kicsit nomád hozzáállásodat, amit megtanultál a hegyekben, hogy hogy kell végigmenni egy feladaton, hogy hogy lehet uh, tulajdonképpen csak magadat tehetett felelőssé azért, hogyha valami nem sikerül. Ha elkezdesz valamit, akkor fejezd be. Ha nem vittél felszerelést, akkor kampec. Hogy uh, nem lehet, hogy te ezzel a mentalitással reménykedsz egy olyan helyzetben, ahol úgy tűnik, hogy nem nagyon nektek áll az zászló. És hogy meddig lehet eljutni ezzel a nomád mentalitással itt? Aha, ez egy nagyon jó kérdés. Ha, ha az infrastruktúrális kereteket nézem, tehát amiről beszélsz, hogy pénz, hogy állások, hogy munkahelyi ügye, akkor mondjuk nem vagyok felhőtlenül optimista. Igazándiból, ha már az megmarad, ami most van, már az is jó. Vagy megmarad, vagy nem, ez majd kiderül. Ha viszont a Kutatási helyzetet nézem, mint tudományt, tehát ami viszont engem igazán diborjátok el. Tehát ugye az infrastruktúra az csak a héj. Hát szükséges, de az csak a héj, tehát ez nem az a lényeg. Hát szóval, hogyha a tartalmat nézem, akkor viszont nagyon is optimista vagyok. Azért vagyok nagyon is optimista, mert amikor én ebben nagyon komolyan belevágtam, akkor azért mondjuk történészi szinten nem sok minden történt Magyarországon, ami nagyon-nagyon ami előre mutató lett volna. Én akkor azt mondtam, hogy szerintem öt év mire sikerül úgy megindítani ezt a dolgot, szóval, hogy úgy már úgy elinduljon, hogy meguruljon a szekér, és szerintem ez megvan. Három magyar összehajol működött? Aha, nagyon is. E, a, amit mi csinálunk, az pont ezért működik. Igen. Még akkor is, ha a magyar, ahogy mondtad, az egy individualista nép, egyáltalán létezik szerinted számunkra olyan társadalmi, kulturális közeg, amelyel az ebben rejlő kreatív energiákat fel tudnánk szabadítani? Hát ez nagyon fogós kérdés, nyilván ez a magyar, az egész magyarság kérdése, hogy ezt mit kellene vele kezdeni. Azért nagyon fontos, leszogelendő elendő dolog, hogy ilyen hagyományokkal jövünk, viszont ezer éve Európában vagyunk, és ráadásul Európában is úgy vagyunk benne, hogy a, a, a nyugati keresztény tradícióhoz tartozunk. Tehát nem a keletihez, hanem a nyugatihoz. Azért ez az ezer év, az nagyon sok. És mi sehogy nem tudnánk visszamenni egy keleti világban, mert megőrülnénk tőle, meg pillanatokat elvéreznénk, mert mi nem úgy, ma már nem úgy csináljuk, mint, mint ezer évvel ezelőtt. Tehát itt azért nyilvánvaló, hogy van egy, van egy változás ebben a dologban. És hogy hogy lehetne ezt kreatívan használni? Hát én, én, azt érzem, ez, ezek tapasztalatok, hogy a magyarok szeretnek, vagy nem, tehát mondjam úgy, hogy sok, sokan, akiket ismerek, tényleg kreatívak, szeretnek egyedül kreatívkodni. Tehát, hogy én megkreatívkodom a dolgot, a többiek meg segítsenek ebben. Amikor viszont azt látom, hogy akár csak két ember azt mondja, hogy te is kreatív vagy, meg én is kreatívak vagyunk, hát de dolgozzunk együtt, értsük meg egymást, és toljuk egymás szekerét, na akkor ott pillanatok alatt csoda dolgok történnek, és ez csak két ember, és ha mondjuk ez három vagy négy vagy öt, akkor hihetetlen eredmények születnek pillanatokon belül. Valójában azt hiszem, hogy a kulcs az nyilván az önnevelés, természetszerűen, nem a politika fogja ezt megoldani, az nem fogja tudni megoldani, az valami szeretetteljes elfogadás, megértés, egy egymás iránti figyelem, ami nem az önfaladást jelenti, hanem a, hanem a másikban meglátni a jót, és azt, azt tovább építeni a saját magunk képességeivel és adottságaival, és igen, és, és, eltűrni azt, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy személy szerint mi akarjuk adott esetben. Ennyi volt mára az élet meg minden, legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe az élet meg életmegminden.hu. Tehát még egyszer, ékezetek nélkül,

és mielőtt elnémítom magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg, 6 év munkájával, az első leütés gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új, évek óta használják az egyetemeken és az újságíróképzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példány, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul, amelyben a szerző, becses személyem, arra és hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A több mint 400 A4-es oldal terjedelmű könyvet megrendelheted te is az első leütés.hu oldalon, sőt az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az első oldalra, tehát még egyszer első